Magyarországon van fogtündér? Most már igen. Tehát jó, Amerikából... Mióta amerikai filmeket nézzünk. Itt a fogtündér. Most vagyok a műtét után. És a fogtündér ad pénz, hogyha a gyerek... Kiesett a fogam. Én fogtündér beszállítója lettem. Hogy néz ki? Ütötte a fogakat. Nem, hanem hamisítottam fogakat. Yeah. Hogy érted? Tehát harmadik, negyedik fog után rájöttem, hogy hú, de jó, hogy kapok pénzt, hogyha ott hagyom egy fog a párnám és alatt. És fogat gyártottam. Fehér kenyérből, nagyon összepréseltem. Ott is nem számoltak. Igen, mert gondoltam egyszerre, csak valamikor el fog fogni a fogok. De kell a pénz. Úgyhogy fehér kenyérből gyártottam, apám segített, és akkor ott hagytam a párnám alatt. Nem hülye a fogtündér, reggel ott volt a pénz, igen, egy összepréselt alumínium érme kaptam. Tehát nem ér semmi. Ja. A mai adásunk az leginkább a pénzről fog szólni, de próbáljuk a pénzt megközelíteni egy kicsit olyan, mondjuk úgy, hogy pozitív oldalról. Hogy vagytok a kölcsönnel? Tehát, hogy egyrészt kérni, adni. Tibor, most... Ha ezt kezdhetem. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy a mai világ nagyon el van csúszva. Tehát maga az, hogy becsület és az adott szó, az már nem létezik. Vagy ne, ha létezik ilyen, is... Ilyen szomorúra festjük. Várja, nem, de ha létezik is, akkor nagyon kevés embernél. Ja. És éppen ezért én úgy vagyok, hogy nagyon sokszor megégettem magam, de szerintem mindenki ugyanezt fogja mondani, és én maximálisan nem vagyok a híve annak, hogy kölcsönadogassak pénzt. Persze a család, a szűk kör, a testvérem, vagy a feleségem testvére, ez teljesen más kategória, de onnantól kezdve nálam van egy vonal, és én nem vagyok ebbe partner sajnos. Uh-huh. Banki kölcsön is számít? Persze, a kölcsön. Kölcsön. Hát én úgy vagyok vele, én nem vagyok egy spórolós. Erről nem tudom, hogy majd beszélünk-e később, de mindegy, én bárányonna vagyok, nem vagyok spórolós. És nekem volt egy barátnőm, aki viszont nagyon szépen félrerakosgatott a fizetéséből mindig, és akkor, amikor összejött a pénz, akkor megvette a bögrét, vagy amit most bármit. Én meg nem. Jó keresetet. Én nem tudtam így félrerakni, úgyhogy én az voltam, aki fölvettem a kölcsönt, már akkor rögtön megvettem a bögrét, én azt élveztem a bögrét szépen, és akkor részletekben visszafizettem. Tehát, hogy én így vagyok kölcsönvevős. Jó, mondjuk az a kölcsönvevés, ez mondjuk más, hogyha mondjuk egy cégtől, tehát egy banktól veszel kölcsön, vagy éppen az ismerőstől kérsz kölcsön, mert az ismerős nyilván nem számít kamatot, gondolom én. Én legalábbis, én viszont az a kölcsönadó vagyok, én sem adok fűnek fának, de én az a fajta kölcsönadó vagyok, barátoknak inkább, a családban nem adok kölcsön, ott adok, ha tudok. Aki azt mondom, hogy mondd meg, hogy mikor adod vissza. És akkor azt mondja nekem ő, hogy a következő fizetésemnél. Mondom, ne, azt mondd meg, hogy melyik hónap, melyik napján. De hát hogy? Hát mondom, mondd meg, lehet 3 év múlva október 8-án, de oké, és akkor ehhez tartjuk magunkat, és ha október 8-án nem adod meg, akkor többet tőlem ne kérje. Tehát én úgy hiszem ezt, és most nem azért, hogy én milyen kemény gyerek vagyok, csak úgy gondolom, hogy mint egy kvázi egy bank is meghatározza, hogy meddig kell, hogy visszafizesd azt a lét, utána már ketyeg a kamat. Papírt nem írtál róla sose? Így kölcsönadásról? Egyetlen egyszer, de az azért, mert az egy olyasmi érték volt. De amúgy nem. Igen, bocs, tehát, hogy barátok közt, mondjuk Gerinek nem adnék, de hát... De nem is vagytok barátok. Azért mondom, tehát a barátaimnak szoktam. Gergő? Szerintem így a legegyszerűbb elveszíteni valamilyen ismerőst. Tehát, hogy kölcsön adsz neki. Aha. Saját példa? Igen, saját példa. Igen. Tehát van olyan, hogy megérte, mert ennyit megért, tehát szinte kivásároltad az életedből, van ilyen.
De én nem adok kölcsön, nem kérek kölcsön, tehát ez a addig nyújtózkodó sztori, ez... És akkor amikor ki akarsz valakit paterolni az életedből, akkor adok neki kölcsön. Adok kölcsön, figyelj, csak egy kicsit, csak nagyon picit, érted, csak épp arra elég legyen, hogy végezzünk, igen. Tehát én szerintem én ezt az egész mechanizmust nehezen értem, hogy valaki odalép a haverjához, és azt mondja, hogy adjál, nem tudom, ha ez kicsi pénz, akkor azért nem érti, mert kicsi pénz. Ha ez egy nagyon nagy pénz, akkor meg azért nem értem, hogy akkor miért kell neki valami ennyire előrehozva. Most ha bögre a példa, akkor persze vegyél egy bögrét hitelre, de ez elég gyanús, ha nincs egy bögrére pénzed, érted? Tehát ha az egy kocsi, akkor meg, hogyha nincs rá pénzed, akkor meg miért azt a kocsit akarod? Tehát, persze. Balázs, te? Teljesen egyértelműen. Tehát azt gondolom, hogy baráttal, vagy barátnak kölcsön adni, kölcsön kérni nem szabad, sőt, üzletelni sem szabad baráttal. Nincs sok valódi barátom, de akik vannak, azokkal ez tökéletesen így működik. Szigorúan, mi nem üzletelünk, sőt, nem is egy szakmába dolgozunk, mert ott már nehéz barátkozni, és mindenképpen kerüljük az ilyen kölcsönkérős adós dolgokat. Egyébként nekem is csak rossz tapasztalataim vannak, tehát sok embert elvesztettem már így, és sajnos sok olyan van, aki, mikor meglátom a nevét a telefonon, nem megint. És nyilván fölveszed, és pontosan tudod, hogy fú, nagyon nagy bajba vagyok, idén már hetedszer, nagyon kéne megint egy kis pénz, persze, ha adsz, akkor utána soha nem látod többet, vagy ilyen nagyon nyögvenyelősen, vagy hazudozás van. Tehát nagyon sok kellemetlen helyzet. Én is azt gondolom, persze kölcsön néha kell. Tehát most azt mondom, ha egy ingatlanvásárlásról beszélünk, hát azért mondjuk az emberek nagy többsége nem pattintja ki zsebből, hanem bemegy a bankba, és ott próbál kölcsönt kérni, de lehetőség szerint az ilyen személyes kölcsönöket az kerülni kell minden irányba, akár adás, akár kérés szempontjából. Bocsánat, csak ez most nekem az jutott eszembe, hogy mi most itt teljesen a baráti kölcsönökről beszélünk, és azt mondjuk, hogy ez milyen reakciót vált ki, hogy negatív, meg hogy megszakadnak. És bankba meg bemegyünk, akkor ezen az elven, ezt én értem, ezen az elven a bankot utáljuk, mint a nart, mert hát ugyanaz, kölcsönként. Nem, bocsánat, a bankot komolyan veszed. Tehát míg a barátnak lehet magyarázkodni, hogy most pont ez történt, pont az történt, meg még amaz is történt, egy banknak nem tudsz magyarázkodni, ezt a bank megfelelő fedezett rendszer ellenében fog neked kölcsönt vanni, nagy valószínűséggel. Akkor így vágom, ez látod? Kezdve, igen, ennek mondom... van a para, hogyha te nem fizetsz, akkor elárverezik a lakásodat, letiltják a fizetésedet, nem tudom, elveszik a kocsidat. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a határidőkkel mi a helyzet. Ezért mondtam akkor, amikor az van, hogy a banknak tartozom, akkor hónap 20-áig kell befizetni, akkor nem eszek eleget, de be kell fizetni, és akkor az befizeted. De amikor a havernak tartozok, fejemben, ha jövő héten, vagy a jövő hónapban, vagy tehát, hogy az ott tologatjuk, szerintem. Pedig... Nem, az kínosabb nem, az embereknek valamiért nem... Tehát az embereknek... Tehát inkább telefonál, majd úgyis megérti, hogy tele van pénz. Hát, tök mindegy, hogy megadom, vagy se. A bank az nem megértő, mert nem személy. Tehát ott nem tudsz hülye dumákat lenyomni, ott itt az időpont fizetni kell. Pont. Ja, szerintem sokkal izgalmasabb kérdés, hogy az a mechanizmus, ami emögött húzódik. Tehát hogyan indul el az, hogy én kérek pénzt? Nyilván úgy indul el, hogy szeretnék valamit, most egy szolgáltatás, tereptárgy, akár hívjuk, ahogy akarjuk, amire nincsen meg a lóvém egyszerre. Tehát, hogy egyébként miért akarok valamit, hogy miért nem tudok róla lemondani, hogyha én rájövök, hogy nincsen rá lóvém, vagy miért nem tudok várni, tehát miért nem tudom kitolni. Tehát ez a mechanizmus, ez az emberi része. Bocsánat, ez az reklámokról szerintem. Beszélünk, mert miről beszélünk? Mit Bizony. Nézel este a tévébe? Vegyél nagyképernyős tévét, új telefont, új laptopot, igen. új nem újabb, még újabbat, tehát mindig újabb. Igen, aztán álljál sorba a személyiget hitelnél, és egyébként ugyanúgy rohadékbankoznak, már bocsánat, igen. mint ahogy a Józsi már megint engem csesztett, hogy adjam vissza. Igen. Tehát először kuncsorgok a pénzért, utána meg mindenki. Rohadék, és ész nélkül vesznek föl, mert azért mondjuk vesz föl egy lakáshitelt, ami most nem tudom nyilván pontos kamatokat, de évi 10% alatt van. Ha elmész egy ilyen áruvásárlási hitelhez, olyan bődületes kamat van, ami gyakorlatilag az uzsorát súrolja, és az emberek sorbálnak, mert hát kell még egy ilyen nagyobb tévé, mert hát még a nappali egyik fala nem teljesen van lefedve tévével. A kultúrát magyar oktatásban nem tanítanak, csak az, hogy a párosújú patás hogyan kérődzik. Sokkal fontosabb dolgok, és emiatt van igen. ez. A bárányt az pár... Megint a bárányot, tényleg, hogy... Na, nyújjunk mélyre akkor. Nektek volt-e olyan, és létezik egyébként ilyen,
a legnagyobb baromság, amit megvettetek, mondjuk adott esetben sok pénzért. Tehát, hogy valami, amit nagyon akartatok, nagy nehezen meg is vettetek, és aztán kiderült, hogy egy hatalmas nagy baromság az egész, tehát itt, fölösleges. Itt az a kérdés, hogy kinek a szemébe baromság, az enyémbe? Tehát én jövök rá arra, hogy baromság? Igen, igen. Vagy mindenki más rajtam kívül úgy látja, hogy baromság, én tudok neki örülni? Hát, ha mind a kettőre van példa, én szerintem jöhet mind a kettő. Igen, hogy tehát, te fontosnak találtad. Egyébként lehet, bár én azt gondolom, hogy nagy valószínűség, amikor rájössz arra, hogy ez baromság, azt a környezetet már rég is levette, hogy ez egy baromság, de van ilyen? Tehát... amire én gondolom, hogy baromság, olyan nincs. Tehát én amit megvettem eddig, annak mind örülök. Én nagyon szeretem a kis autókat, a matchboxokat. Nagyon sok van belőle otthon, és hát ezekből ma már vannak ilyen egész komoly... Például ez azért... 18-as méretarányú dolgok, de... Azért lássuk be, hogy tegnap sem fürdött, mert a kádi felé van matchboxokat. Tehát 1.18-as méretarányban valódi bőrülésekkel. Na most ezek nem olcsók. Ezek nem olcsók. Nyilván én volt, hogy már ilyenre is kiadtam pénzt, és persze a környezetem még azt, hogy te hülye vagy. Hát ezért vettél volna szinte egy igazit is. De én ezeket szeretem. Ezek hozzávetőleg egyébként milyen értéket képvisel? Hát ez mondjuk el tud szaladni 200-300 ezerig is. Mm-hmm. Egy ilyen komoly a felszereltségű. Persze hát van nyilván a 2000 forintos az is, amit így a benzinkutaknál látsz, de hát ebből vannak az különlegesebb dolgok. Ez van becsípődés? Vagy ez? Én gyerekkorom óta szerettem őket, tehát ez úgy megmaradt, és azóta a gyűjteményeire nő, hát most már ne külön szoba van. Ez viszont ez nem baromság erre kiadni. Más szemében egyébként sokan azt gondolják, hogy ezt a hülyeséget. Nem, mert ez szerintem... Örömet okoz. Ez szerintem tök jó. Én ugyanígy vagyok én például a lemezekkel, a hanglemezekkel. Tehát az abszolút, ez teljesen, most csak azért mondtam a hülye példát, a kátteli, mert azért úgy el tudom képzelni, hogy azért ott gyönyör lenne, nekem is. Elmennék hozzád körbenézni. Örülök, hogy előkerült, én így vagyok az olasz cipőkkel. Tehát nincs egy felesleges, nem? Tehát mindig valamelyik hiányzott otthon. Hú, de csönd lett. A Fülöp-szigeten ki elnök felesége jutott eszembe, ő neki volt valami, nem tudom, 20-valahány ezer pár cipője. Zseppénzzel hogy álltok? Ha nem tudom, éppen az volt, hogy vasárnap délelőtt el akartam menni a matinére, akkor a muter adott 2 forintot, és elmentem a matinére, de olyan, hogy klasszikusan zseppénz nem volt, így, hogy mondtad, nekem is egy élmény volt a húsvét, mert akkor összeherdáltam, meg összelocsolgattam pénzt, és utáltam a tojást adnak, azt mindjárt a póznához vertük. De azt gondolom, hogy a mai viszonylatban, hát már volt 2 eleve nekem, minek még. Tehát, hogy szép a múlt idő. És akkor így akartam mondani, hogy volt 2. Na és a lényeg az, hogy én azt gondolom a mai világra is, bár az én lányaim már nagyok, sőt felnőttek, hogy... Szerintem nem kellene adni a gyerekeknek, és most persze ez a kor, hogy hány éves korig meg lehet esetleg határozni, csak azért nem, mert nem, szerintem nem azáltal fogják értékelni a pénzt, hogy ő bemehet a boltba és per azt megveheti. Mert valószínűleg sokkal hasznosabb az, hogyha a szülő vezeti rá, hogy ez neked fontos, vagy ez jó lehet, vagy ez éppen... számodra megfelelő. Mert én azt gondolom, hogy a gyerek, ha így hozzájut pénzhez, hát akkor... Elveri. Anna, te kaptál zseppénzt? Én pont azon gondolkodtam, hogy itt Bolhát hallgattam, hogy én a 80-as években voltam gyerek, és akkor volt az a takarékbélyeg vásárlás az iskolában, és azt én ragaszgattam rendesen, de hogy valahogy ugye annak idején nem volt az, hogy bármit megvehetsz. Tehát, hogy akkor például nekem óriási nagy dolog volt annak idején, ott nálunk volt én a 16. kerületben élek most is, és gyerekként is ott éltem, és ott volt egy ápisz. Az ilyen kicsit már ilyen félig maszek ápisz volt, és soha nem fogom elfelejteni, hát ott időszakonként lehetett kapni Rotring ceruzát. De hát az nem volt mindig. Tehát az nem volt úgy, hogy ezt bemész, és akkor megveszed a Rotring ceruzát. Tehát, hogyha mázlid volt, és pont akkorra összejött annyi pénzed, hogy és volt az árpizban, akkor meg tudtad venni. Hát, hogyha nem, akkor vettem Modern Talking jelvényt. Tehát, hogy az sem volt probléma, de nekem sem volt így konkrétan zseppénzem, és hát mivel nincs gyerekem, így erről sem tudok nyilatkozni. Kutyának nem adsz? Hát, ő neki nem. Nem is egy spórolós. Nem is spórolós. Tibor, te? Nekem 2 gyermekem van, és én se kaptam soha gyerekkoromban zseppénzt. A nagypapám néha tömött
valami papírpénzzel, százassal, ötvenessel, az kimondott a jól esett gyerek fejjel, de fogalmam sincs, hogy mit csináltam vele, tehát valószínű, hogy az elcsúszott valahol. És érdekes, hogy most viszont, hogy van két gyermekem, most sincsen nekik kimondott, hogy minden hónapban kap X forintot. Ennek ellenére hébe-hóba, hogyha valamiért megdolgozik, és ezt a dolgozikot idézőjelbe teszem, akkor szoktam neki adni valami kis papírpénzt, illetve hogyha pénztárcámba, zsebembe viszek haza aprót, akkor kislányomnak van egy üveg malac, és akkor mindig odaadom, menjen és dobálja bele, és majd alig várja, hogy már telik. Most már félig van az a nagy malac, tehát kíváncsian várjuk és satszolgatjuk, hogy vagy mennyi pénz lehet benne. Viszont az összegyűjtött pénzt, amit a családtagok a gyerekeknek adnak, amit bevallom őszintén, én nem vagyok egyáltalán a híve annak, hogy akár egy születésnap, névnap alkalmával annak a gyereknek pénzt adjunk, mert éppen azért, hogy itt előbb elhangzott, nem tudja értékelni az értékét. Viszont arra próbálunk az a feleségemmel figyelni, hogy a megspórolt pénzüket, ami a kis pénztárcájukban van, ha esetleg valamit szeretne abból költeni, akkor ezt közösen megbeszéljük, hogy tényleg jó-e, tényleg hasznos-e, tényleg kell-e, és hogyha valami orbitális hülyeséget akar ebből venni, mert éppen látta a nem tudom én hol, vagy a kisbarátnőjén, akkor erről megpróbáljuk levezetni. Tehát viszont azt mondom nektek, hogy én úgy gondolom, hogy már gyerekkorban rá kell vezetni a pénz hasznos felügyeletére, és a magára spórolás tényére, hogy ne ész nélkül menjen, mert azért a pénznek értéke van, és a már kiskorban szerintem egy picit rá van vezető, talán könnyebben tud majd felnőtt korábban jobban. Van egy nagy történetem. A nagyobbik lányom 40 éves, és óvodás volt még, és valahogy úgy alakult, hogy én mentem a szülői értekezletre. És az óvanéni mondja ott a szülők előtt, hogy hát és én megkérem a szülőket, a kedves szülőket, hogy hát a gyerekeknek ne adjanak pénzt ide, hogy ne hozzanak be az óvodába. Hát és ez 40 évvel ezelőtt, tehát akkor azt mondom, tehát, hogy egy forint, nem tudom, mondjuk 3 forintért lehet, hogy lehetett venni egy csokoládét. És vége volt a szülői értekezletnek, és én kicsit szemlehúnyva, Anikó néni, ne haragudj, de hát én adtam a Lili lányomnak, hát ilyen 10-20 filléreseket, mert mondta, hogy közértest játszanak, és hogy akkor legyen. Nem rád gondoltam. Tegnap bejött a Ricsi, és volt nála 9000 forint. Oh. Hát kicsit jó ment nekik, és a Ricsi gyerek úgy találta biztos otthon az asztalon elszorva lét, azt gondolta, akkor begizdázza magával, és ő úgy játszott bótost. Említetted a pénz mellé az időt, igen, amikor fölvezetted. Igen. Tehát én azt gondolom, és hogyha hozzateszed az energia szót, akkor addig nem tudjuk, hogy mi a pénz értéke, amíg nem tudjuk társítani az időhöz, meg a befektetett energiához, hogy nekünk mennyibe került az a pénz. Tehát én a gyerekeimben azt látom, én sem vagyok a híve ennek, hogy de kapnak szülinapra pénzt, meg ilyen, aminek az az oka, hogy mi ugye velük élünk, tehát tudjuk ezt a hihetetlen fölpörgött, ma ez kell, hol Marvel, most ez kell, most cipő kell, valami, akik kicsit messzebb élnek, családtagok, rokonok, akárki, nem tudják. És azért, hogy legyen egy ilyen áthidalás, hogy te figyelj, adok egy 5000-est, adok egy 10000-est, és azt veszem észre, hogy a gyerek az szinte jobban örül a pénznek, mert azt viszont már látja, hogy ez egy olyan eszköz, amit majd bármire fölválthatok, idézőjelbe bármire. Tehát nem kell, hogy most kaptam egy, nem tudom, egy tornacipőt, ez csak egy tornacipő lesz, tehát ezt nem tudom soha, bár csak kaptam volna egy új játékot, vagy egy frissítést, mert ma már ugye ez megy a játékoknak, hogy veszel egy új frissítést, vagy akármi, vagy csak hallom, mert nem tudom. De hogy ezt azért már látják, ezt nagyon korán látják, hogy ez valami olyan csatorna, ami ide-oda-amoda át tud kötni. De az, hogy annak mi az értéke, tehát fogalma nincs, hogy most ez 40 ezer forint, 400 ezer forint. Fogalma. Kell, átváltható. Épp van annyi, átváltom. És akkor jön a duma, hogy megpróbálod lebeszélni róla. De hát sikerül? Én nem értek, bocsánat, nem értek teljesen egyet veletek, de egyrészt én kaptam zseppénz gyerekkoromban 50 forintot, hogy azért érezzétek, akkor egy forint 50 fillér volt egy gombóc fagyit, tehát hogy az nem volt akkor sem túl sok. De ez milyen? Nem, egy hónapra beszél, persze. Az a napi 50-et katra vásd át mai árfolyamra, hogy hát ma már nem biztos, hogy 30 gombóc fagyi, ami mennyi most? 500? Hát,
Az egy 15 ezres, ez nem is volt annyira kevés. Igen, igen, igen. Viszont én abban azt szerettem, hogy nekem soha nem mondták meg, hogy azt mire költsd, vagy mire ne költsd, és ezért nem értek például veled egyet, hogy azt költettem hülyeségre is, mert az az enyém volt. Hozzáteszem, én, ahogy előbb említettem, én viszonylag smucik gyerek voltam. Tehát hát ezért azért én elég jól gyűjtögettem. Ezért nem kell szólni. De például én a saját gyerekeimnél, hát most már nyilván nem, mert hogy a lányom nekem is most már 30 éves, a fiam 22, tehát már nincs ez a klasszikus havi zseppénz, de én például adtam nekik, és ugyanúgy nem szóltam bele, és inkább én azt próbáltam nekik megmutatni, hogy az az adott pénz, mondjuk szeretnél 1000 forintot. Mennyi energiával, vagy mennyi munkával szerezhető meg. És én ezt úgy oldottam meg, hogy mikor már voltak mondjuk 12-13-14 évesek, és volt valami olyan munkalehetőség kvázi, akkor eljött egy napra dolgozni, ahol akkor mondjuk 1000 forintot lehetett keresni. És hogy érezd azt, hogy milyen fáradt vagy a nap végére, abszolút, milyen nehezen jutsz el odáig, hogy ez az 1000 forintnyi munka meglegyen, és akkor fogod tudni ennek az 1000 forintnak az értékét valójában. De hisz akkor egyetértünk. Ezzel egyetértünk, és ez működött. Viszont, ha eljött és dolgozott, és megkerest az 1000 forintját, hogy azt utána ő fagyira, moncsicsire, nem tudom mire költötte, ebben soha nem szóltam bele, mert azért ő dolgozott meg, az az ő pénz. És a gyerekeid most hány évesek? A lányom az 30 éves, most már gyakorlatilag perceken belül két gyerekes bevált családanya. Bevált, tehát azt, mit tőled tanult, az tovább is vitte az életében. Fiam meg 22-tő egyetemista, ma már inkább ilyen szülői segítség, hát a lányom nyilván ő már felnőtt életet él, ott nem kell, de a fiamnál azért, ha nem tudom, elromlik a kocsi, vagy utaznak külföldre, de hát nincs annyi pénz, inkább ilyen segítség jellegű, már nincs annyi rendszeres. Nagyon gyorsan hirtelen jön egy nagyobb összegű pénz, akkor olyankor mennyire tud, mennyire részegül meg? Abszolút. Azonnal megveszem van az órát. Én az óramániás vagyok, úgyhogy én nekem volt úgy, hogy jött be egy véletlen, hát szóval nem számítottam rá, és én megvettem azt az órát, amit 17 éves korom óta volt egy óramárka, amit úristen, és csak a drága jó apám az angol nagykövetségen dolgozott, és akkor hordta hazafele, hát itthon nem lehetett ilyen újságokat kapni, ilyen divatlapok, meg nem tudom, ami ott a nagykövetnek járt, és akkor mikor kiolvast, akkor az én apám hazahozta, és hát én ilyen tizenéves koromban szembesültem azzal, hogy vannak olyan újságok, aminek ilyen parfümmel mártott oldala van, mondom, ez 12-13 éves voltam, és akkor volt az egyik újság oldalon ez a bizonyos óra márka, és én mondtam, ha nekem egyszer olyan lenne. Egyszer bejött valami pénz így hirtelennyébe, és akkor mondtam, hogy na, nyilván 1000 helye lett volna máshol, de megvan, de a könnyen, az óra. Könnyen jött, könnyen ment, tehát nem úgy érted klasszikusan, hogy abban már, vagy nem, lehet, hogy én dekódolom rosszul, hogy hülyeségre ment el, vagy nem is, vagy az, nem is az hülyeség, most az nem hülyeség, ha örömet szerzel magad. Épp azért mondom, de figyelj, látsz embereket, szabad ne feled, mert nekem rögtön arra asszociálta, hogy lottó nyertes valaki, igazából erre akartam. Két év múlva Markot a rettentőn kimész, és bocs, de hol a pénz? Tehát legalább egy... Pontosan erre akartam rávezetni. Nem, az sincs. De hol van? Nem tudja. De kettő év, érted? Azért nem ugyanaz, szerintem ez, amit mondasz, mert csak a kérdésfeltevést akartam. Lottó nyertesni megérkeznek a hiénák. Ezek a rokonok, barátok és mindenki más, aki véletlen megtudta. És itt a hiénák viszik el a pénzt. Tehát igazából sosincs ideje elkölteni magának a nyertesnek. Azért gondoltam, hogy egy picit megpróbálnám errefelé navigálni a beszélgetést, mert a pénznek a kezelése, tehát hogy mit veszek és mit nem veszek, kinek adok kölcsön, kinek nem adok kölcsön, jönnek a hiénák, és valószínűleg az az ember, aki azt a, most mondok valamit, 2 milliárd forintot például mondjuk megnyersz a lotton, ha te azt napról napra, hétről hétre, évről évre tetted össze, és abból kell rendelkezned, hogy te most ebből adsz vagy nem adsz, ugyanúgy gondolkozz, mint amikor mondjuk hirtelen csak 5 számot megadtál, ami bejött. Én azt szoktam mondani, én az ellenségemnek kívánom, hogy megnyerje a lottót. Az a pénzmennyiség, amire én is azt mondom, a túl sok pénz, ami már nem jó. Igen. Tehát amit észre nem tudsz kezelni, mert megőrülsz. Tehát ez már a túl sok kategória. Tehát én azt gondolom, hogy van egy, most a mai számokat nézzük,
és itt a jelenlévőket, nyilván senkinek nem ismerem az anyagi helyzetét, de nagyságrendek azt gondolom, hogy és mi a sajátom? Hirtelen ilyet pénzbe mondjuk 100 millió forint, amit még ésszel föl tudnál dolgozni, hogy mire költsd el. Tehát nem, de biztos, 100 millió, az nem egy tét. 100 millió. De az, amit de nem ésszel úgy, föl tudsz dolgozni, amit még értesz. Amit még értesz. Igen, mondjuk 5 órát meg tudnál belőle venni. Nem, tehát 100 millió az nekem kevés, bocsánat. Azt mondtam, hogy az annyira nagyon sok. Abból veszel ma már gyakorlatilag egy lakás 100 hát millió. Igen. Az, amit még megértesz az agyaddal, ami még egy kezelhető matematika. Ez nem egyénfüggő még az is, hogy mi az az összeg, amit megértesz az agyaddal, mert szerintem ott van valahol a, bocsánat, ott van valahol a kutya. Én nagyon van több 100 millió. Na épp ez az, hogy akár bármennyit, dollár. Ha te úgy jutod el a pénz, mint értékmérőnek a megértéséhez, hogy egy ilyen step by step volt benne. Tehát mindig volt az állomásokra időd. Tehát hogy szerintem akkor van tragédia, az a klasszikusan ez, mondjuk, ahol van a nullából, mikor hirtelen igen, csúcsom, igen, tehát igen. Persze, amikor valaki, aki nem tudta kezelni a 10-20-50-100 ezer forintját, és akkor érkezik meg a igen. 1-2 nullával nagyobb nagyságrend, akkor kész. Igen, akkor pontosan game erre utaltam. Ez akkora összeg, igen. Ami tán sose fogy el, aztán elfogy. Igen. Tehát, hogy nem arra állom. Én nem bánom. Nézzük meg ugyanezt a másik oldalról, hogy mi van akkor, amikor valaki megtalálja azt a bevételi forrást, amivel kellő energia befektetéssel évről évre, 10 évről 10 évre egyre nagyobb összeget tud, meg vagyont tud fölhalmozni. Hol a vége? Hol van az a pont, amikor bejelez neki a csengő, hogy figyelj, öcsém, megcsináltad, most már dőj hátra, élvezd az életet, tehát hogy ne akarjál mindig szerintem újra több dologtól függ. Én ez most hátra dőlök. Az egyik alapvetően az, hogy amiből a pénzedet keresed, egyre többet, ahogy te mondod, az a hivatás, amit te valójában szeretsz csinálni. Mert hogyha az a hivatás, és soha nem unod meg, mert boldogan csinálod 10 vagy 20 vagy 30 év után, és akkor miért ne csinálnád tovább? Ha egyébként már rohadtul belefáradta az egészbe, és azt mondod, hogy hát anyagi biztonság megvan, utálok bejönni a munkahelyemre vagy a cégemhez, akkor azt ott. Azt mondod, anyagi biztonság, befejeztem, kész. Tehát ez nagyon sokba függ attól, hogy mi az, amivel keresed a pénzt. Na jó, csak én arra gondolok, hogy amikor vannak olyan befektetők, üzletemberek, akiknél... Adakoznak pénz... akár, arra gondolsz, hogy mikor jön... Akár az adakozás is egy érdekes téma, de most első körben például az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyivel kell rendelkeznem ahhoz, hogy mondjuk én átváltok abba, hogy még arra is telik, hogy ugye adakozom, és mennyi, mekkora résszel adakozom. Tehát ugye van olyan... Attitűd kérdés. Igen, tehát hogy miből mennyit adakozik az ember, mert nyilván van, akinek sokkal kevesebb van, és nagyobb arányaiban nagyobbat adakozik, van, akinek nagyon sok van, és egyáltalán nem adakozik, de hogy van az a fajta attitűd, amikor valaki csak folyamatosan mindig újabb és újabb és újabb bizniszek, minél nagyobb vagyon legyen, és hát... Ez már inkább nem azt gondolom, hogy itt a vagyon a cél, ez egy ilyen játék. Folyamatos igen. Játék van, játék, így nem? Van ez a jó szó, játék. Hogy ő játékban van. Hogy veszek itt egy céget, veszek ott 3 ingatlant, aztán azt eladom, akkor veszek máshol, az olyan, mint a gazdák, hogy okosan emlékeznek a gyerekkoratokban, mert valójában, ami a szükséglethez kell, tehát valószínűleg a nagy szép ház már megvan, jó kocsi megvan, külföldi utazások persze. Megvoltak, megfelelő mennyiségű pénz a bankszámlán ott van, tehát tök mindegy neki, hogy ő most a játékpénzzel mit csak vesz. Csak hozza benne, melyik igen. Ez az endorfin. Ő csak rakosgat ide-oda, és megvan a sikerélmény, ha esetleg ott tud esetleg hasznot realizálni. Ez tök furcsa, és tudom, én nekem ismerősöm volt, aki kategorikusan így ezekkel a szavakkal mondta nekem a magyarázatot, mert hogy ez olyan jó játék. Miközben tudom, hogy előző nap egy 5 gyerekes családot rakott ki egy lakásból, mert hát bebukta a hitelt. De hogy ahogy mondtad is, felsoroltad, hogy megvan a kocsi, a nem tudom, az utazás, a szép ház, az akármi, hogy valahol mégiscsak egy ilyen fura dolog számomra, én, aki őrült módon rosszul kezelem a pénzt, valami beteg viszonyom van vele, tehát egyszerűen fogalmam nincs róla, hogy tényleg, de halvány, mikor kérdezik, én már mumia vagyok, már mondtam, és mennyi a nyugdíjad, mi van? Van nyugdíjam? Tényleg, van nyugdíjam? Hogy az a fura, hogy meg akarják az emberek szerezni, hogy a szép házam, voltam Bora Borán, voltam nem tudom hol, hogy
hogy nekem összerakhatatlan a dolog, mert úgy érzem, hogy a pénz adta lehetőség, teremti meg nagyházat, Bora-Borát, akármit, közben meg sok-sok olyan apró érték mellett mennek el emberek, amit azért nem vesz észre, mert nagyban gondolkodik. Bocs, de ti most két különbözőről beszéltél. Igen. Mert amiről beszéltél az, hogy örömet okoz nekem, én nem a jaktokat sorakoztatom, hanem mikor vonódok ki úgymond a játékból. Miért vonódnék ki, ha élvezem a játékot? Az, hogy azzal együtt jár a játék, hogy ennek az értékmérője, sikerességmérője az a zseton, az most hát ez olyan, mint amikor megnyered a játékot. De ugye te meg arról az beszélsz, hogy minek még megvenni. Ez nem feltétlenül, a játékos nem feltétlenül költi el, ő csak esetleg örül neki, hogy mint értékmérő megjelenik. Értelek. Nem az, okay. Hogy na, már 200 jakton van, hú, de kéne a 200. Egyedik, még a ötödiken se ültem, sose, igen. Mert csak az első négyre volt időm. Igen. Te igen. Erről beszélsz. Én, igen. Ez is egy marha nagy igazság, meg az is egy nagy igazság. De az meg már a felhalmozás, az értelmetlen felhalmozás. Tehát. Igen, persze. Mert azt gondolom, hogy egy szép házat mindenki akar, de egy második, harmadik, negyedik, ötödiket saját célra már minek? Akkor jön ez, hogy akkor megveszem, eladom, kiadom, nem tudom. Tehát ott viszont már erről a játékról beszélünk megint. Szerintem az, hogy az ember a közösségnek, most nagy szavak következnek, a közösségnek mit tud ebből visszaadni, az tud egy izgalmas dolog lenni, mert meghagyja a játéknak ezt az endorfin bomba izgalmát, de nem kezd el hülyeségekre költeni, hanem azt mondja, hogy körülnézek, én már azt csinálom, hogy az én cégemben sokkal jobban meg lesznek fizetve az emberek. Nem érdekel, hogy a piacon ez a fizu, én többet akarok nekik visszaadni. De ez nem egy idealista nem... világ, amiről most hát miért ne lenne ilyen? Az, persze, hát nem tudom. De jó, nem tudom. De szerintem jó. Ja. Nem tudom, csak jó ez az irány. Jó az irány. És mit gondoltok a jótékonyságról? Ugye az előbb felmerült ez a téma, hogy a jótékonysággal kapcsolatban, tehát hogy mit gondoltok, hogy egyáltalán van erre valamilyen szabályrendszer, ki nem mondott szabály, hogy mennyit illik százalékban, vagy van egy alapérték, amit... Hans-ot kérd, ez mert USA-ban szerintem... Ott olyan hagyománya van, és... Ugye, egyszerűen adakozni, hogyha azt mellé tudod csatolni, hogy menő, fancy dolog adakozni, akkor azok, akik szeretnének menők és fancyk lenni a közösségbe, azok nekiállnak és adakoznak. Mert hogy néz az ki, hogy te nem adakoztál? Hello Joe, te adakoztál? Én nem adakoztam. Valami Amerika, és nem tudom az énekesnőt, és nem is akarok senkit bántani. Az a Szolnoki Peti volt a valami Amerika. Ja, igen. Az énekesnő. Az énekesnő. És óvodában gyerekek festettek ennél jobbakat, és kvázi árverést rendeztek. És a, nem tudom, hogy ki, nem is akarok mondom nevet mondani, és nem, $5 nyitott. Uh-huh. És kész, a sajtó úgy megmarta, mert neki nyilván nem tudom, minimum $500 kellett volna nyitnia. Igen. Hogy, és ez Amerikában azt hiszem, ott eléggé a sokkal beágyazott. Igen, sokkal. Tessék. Hát jó, hát. Ha még maradt ebben, mondd el, mi van Amerikában. Hát úgy kezdődik, hogy visszatérek a zsebpénz témára, hogy én kaptam zsebpénzt, úgy emlékszem, hogy elég sok is, de egy idő után, ahogy felnőttem, össze volt kötve a zsebpénz valami házi munkával, tehát háztakarítás, vagy a kertnek a gondozása. De volt kertjük? Mert a szüleim szerintem úgy, mint te, egy kicsit olyan akarták szimulálni az igazi életet. Tehát munka, pénz, de aztán ott nem hagyták abba, hanem azt mondták tovább, hogy igen, és azután, hogy keresel pénzt, még mindig van kötelességeid, mert van adó és adomány. Tehát nekem adót is kellett fizetni vissza a szüleimnek, de mondták is, hogy 10%-ot... Hány százalékot kellett fizetned adót? Az attól függ volt, hogy... Tehát ilyen melyik elnök volt hatalmas? Sávosan. Ki volt a főnök, ott melyik elnök volt hatalmas? Lehet, hogy a fiammal fogom azt csinálni, hogy attól függ, hogy milyen... Ki lesz hatalmas? Rendszer van. Ne, szóval... De az a 10% volt az, hogy adományra kell költened.
és azt ők nem mondták, hogy mit, de azt el kell költened valamire, és az szerintem elég gyakran úgy van, ez a 10% az emberek fejében, mint a kereszténység, az a, hogy mondják magyarul, hogy a tithe, a tizedes? Vagy tized, igen, tized. Hogy ez egy jó arány a bevételhez. Nem biztos, hogy jó a párhuzam, de ott van a jatt, a borra való. Ugye az egy ilyen extra dolog, akkor, amikor fizetünk, akkor ezt adjuk. Kell, nem kell, ki mit gondol ezzel kapcsolatosan, mit fizetünk ilyenkor meg? A mi házunkban, ahol most élünk, mindenképpen kell, mert most mindig belépünk a liftbe, és láttunk, hogy volt valaki, aki nem fizetett, és be van karcolva a lift falába, hogy jatt kérdőjel. Úgyhogy most nem tudom, hogy ez új szokás a futároknak, de most vannak itt nálunk futárok, akik nem kapnak jatot, és most mindenki a házban attól szenved, hogy valaki a házban nem adott rendesen. Tibor? Borra való jatt? Én úgy vagyok vele, hogy vendéglátóipari egységből érkeztem, szüleim meg az volt, tehát ugye ebbe alap volt, hogy az ember jattól a számla után. De ettől függetlenül én úgy gondolom, kinek adjuk a jattot. Tehát meg vagyok elégedve akár az a szolgáltatással, legyen pincér, legyen egy áruszállító, legyen egy futár, bárki, akkor én úgy gondolom, hogy igenis adni kell neki. És a kell az megint csak idézőjelbe, tehát hogyha megvan az a szimpátia, akkor én adok. Tehát én azt kimerem jelenteni, hogy 98%-ban én mindenkinek adok, én még a kutasnak is adok. Tehát ugye egy kicsit furcsa az én helyzetem, mert miután kerekesszékes vagyok, ugye én nem szoktam kiszállni tankolni, hanem mindig vagy dudálok, vagy megvárom, nézek egy szemkontaktus, látja, intek, oda jön a kutas, megkérem, hogy tankoljon nekem, mert ugye nem bírok az oszloptól kiszállni, és amikor mondom nekik, hogy én kerekesszékes vagyok, légy szíves, tankolj el meg nekem, utána nem fogadja el a jattot. Nem lehet róla, mert én ezt oda szeretném adni, mert ez neked jár. Ő viszont ezt adni szeretné neked. Igen, tehát hogy az embereknek ugye, miután pont ez fölön van egy ilyen empátia oldala is a dolognak, de maga ettől függetlenül egy étteremben vagy bárhol, én igenis úgy gondolom, hogy adni illik, adni kell. Azt viszont nagyon nem szeretem és sérelmezem, amikor már számára föl van téve a szervizdíj, mert szerintem az meg egy sarokba szorítása a fogyasztónak olyan szinten, hogyha viszont egy oltári bunkó felszolgáló van ott, akkor nekem ne kelljen már adnom neki. Volt már olyan? Ugye, bocs, sok volt, ez a fizújuk. A szervizdíj nem a jatt. Ez a fizújuk. Igen, de mégis rajta van a számlán. Na, mert most tanuljuk ezeket. Én azt akartam mondani, hogy szerintem ezt mi most tanuljuk. Mert hallottam hőzöngő hangot, hogy de miért van ráírva 12, 15 vagy 8, nem tudom mennyi, hiszen majd én eldöntöm, hogy nekem tetszette az a sztori, és akkor mondtam, hogy te figyelj, nem ezért van. Gyakorlatilag ez az ő fizum. Pontosan. Tehát, ennek tudod, mi azok a valójában? Nem. Hát én pincérként kezdtem, úgyhogy én a jattal elég nagy barátságban vagyok, és hát a mi időnkben jattoltak is, de leginkább akkor a kedvességet, a normális dolgokat a valami pluszt. Meg. Gyakorlatilag nekünk az volt a fizetésünk, tehát mi nem kaptunk fizetést, amit jattot kerestünk, annyit kerestünk. Igen. Ez talán a benzinkutasoknál is... Ugye ez azért még itt erősen a 80-as évek végéről, 90-as évekről beszélek, amikor nem volt még bankkártya. Akkor ugye mindig úgy volt, hogy ennyiből, annyiból fölfele kerekítettek. Ma mindenki bankkártyázik, és innentől a bankkártyával nem nagyon kerekítesz, tehát ha nincs ott a szervizdíj, akkor nincs a pincérnek pénze. Igen. Például. Tehát eleinte engem is nagyon zavart, hogy miért írja el szervizdíjat, majd én eldöntöm, hogy én mennyit akarok adni. De aztán hát nyilván rájössz, hogy előbb-utóbb mindenki kártyával fog fizetni, és hát akkor szerencsétlen pincér csak áll, néz bután, mert hát a számla az annyi, amennyi. Tibor, szerinted nem... Elnézést, csak a háztól akartam valamit kérdezni, hogy amerikai rossz élményem volt, aztán még nem mondom el, hogy mit mondtak amerikai barátaim, de... Mindegy, majd, hogy neked mi a véleményed. És oda volt írva az a szó, hogy suggested. Az mit jelent? Javasolt. Így van, én is így fordítottam magamnak. És voltunk egy helyen, ahol nagyon-nagyon vacak volt a kiszolgálás. Az étel, meg mindennek a minősége, tehát sokat vártunk, nem tudtunk leülni, pedig nem sorolom, de fantasztikusat ettünk.
és két borravaló volt felajánlva, a Suggested 12, meg egy 25-ös New York. És szerintem az enyém az úgy jött ki, hogy 10, de meg se néztem. Tehát mondjuk, ha $100 volt négyünknek a kaja, akkor 110. És visszajött, hogy ez kevés. Mondom, nem lehet kevés. Hiszen ez egy Suggested. A pincér visszajött, hogy kevés. És én megkérdeztem, hogy most ez egy Suggested, vagy tehát ez akkor egy... Ajánlott, vagy nem ajánlott? Is it a must? Tehát, hogy ez kell, vagy nem? És akkor mondta, hogy hát igen, oda van írva, hogy Suggested, de kell. Érted? És hogy ez mit jelent? Mert én nem akartam, én senkinek a szokás jogába nem akarok belelépni gumicsizmával, de nem tudtam értelmezni, adtam is, és hogy jön ahhoz, hogy azt mondja, hogy ez kevés, de ha az a szokás, akkor neki van igaza? Hát igen, szokás is, és nézd, az a szó, hogy suggested, az egy udvarias módszer azzal mondani, hogy ezt neked kell fizetned. Szerintem én gyakran nem vagyok Amerikában, de ha ott vagyok, és látom, hogy egy 20-25% a boravalót, a javasolt boravalót, ez borzasztó sok. Igen. Hát én megszoktam azt, hogy ezt a 12% és akkor felkerekítem, és akkor ennyi. Ennyi jó. De az, hogy 25% egy $100 ebédre, ami egy normális ebéd 3-4 főnek, az nagyon, az már sok. Ez plusz fő. A srácok azt mondták, azért van rajta a 12 meg a 25, hogy a 12 gyakorlatilag az a számla, csak udvariasan fogalmazták meg. És hogyha te neked nagyon tetszett a buli, akkor kiszámolták neked a 25-öt, mert ugye Amerika az aztán a hülye biztos hely, hogy oda legyen írva, hogy na, ha tetszett, akkor az viszont 125 dolgok. A boravalót azt arra adtuk, a JAT fogalma ugye, arra adtuk, hogy meg voltunk elégedve avval a fajta szolgáltatással, amit nyújtott nekünk vagy a vendéglátóhely, vagy az a konyhája, vagy pedig maga a pincér. Tehát én nekem azzal volt problémám, és annak adtam hangot előbb is, hogy maga ez a kötelezően ráírva vajon valami, ez egy kicsit olyan büdös nekem. Na, mi, amikor csináltuk a vendéglátást, akkor még ez nem volt természetesen, tehát ugye mi akkor nem kellett semmit rá pluszba számlázni, akkor ez tök jól működött, akkor az ember mindig tudta a kedves mosolyog, akkor este jó lesz a napja. De hát ne csak a bocs, nekem... Nekem meg csak az jutott eszembe, hogy oké, hogy de gondoljunk bele, hogy milyen szerintem sokkal kevesebb ilyen szakma van, ahol a JAT van. Tehát nem történt még elő, olyan, nem fordult még elő olyan, hogy fönt vagy a színpadon, állati jó műsort csinálsz, és csak 20 000-esekből repülőt hajtogatnod. Vagy a rádió előtt ott kopogtatna a Júlcsi néni, hogy Annácskám, hoztam magát. Sajnos neked, cáfoljam. Nekem volt olyan kedves hallgató, aki bejött a rádióba, volt, akitől virágot kaptam, köszönöm szépen. Azért korrekt, igen. De volt, akitől egy Barry White lemez, bakelit lemez. Az is korrekt, de hát nem lóvét kaptam. Egyébként hát én, nekem volt olyan, hogy éneklés közben, koncert közben odajött valaki, és akkor fogta, és a zsebembe beledugott egy 20-ast. És hogy játszunk el egy olyan dalt, amit ő javasol, és visszaadtam neki, és mondtam neki, hogy figyelj, az én gázsim ki van fizetve, én azért jöttem ide, hogyha tudom a dalt, akkor el fogom játszani, nem kell ezért külön pénzt adni, hanem abban a műsoridőben benne van, igen, hogy amit tudunk, aztán ha nem tudom, akkor pedig akármennyi pénzt fogsz adni. Persze. Most hadd dobjak be. De fellépés után te is kaptam ajándékot, ebben biztos vagyok. Az más, az ajándék. De hát az is való egy jat, hiszen azt mondják, hogy annyira jó volt a színpadon, megkaptad ugyan a gázsidat, de kapsz még egy szál kolbászt ajándékot. Hadd dobjak be. Azt mondtam volna én is. Várjál be, itt ennek is méreg, nézzük. Egy kicsi feszültséget. Tehát ugye egy dolog, hogy én megkaptam a kaját, de mivel én bementem egy étterembe, ezért nekem, nem, már itt vagyunk Magyarországon, vagy bárhol, én tudom, hogy elém fogják tenni, és ugye az árába benne van, hogy elém teszik. Ha szólsz, hogy nem teszik elém, akkor ugye a kajáért fizettem, és vonom a párhuzamot, hogy mi ugye embereket öltöztetünk. Tehát nem az történik, hogy egy cash and carry áruház bejössz, nézelődsz, leakasztod, és annyi az ára. Mi az áráért úgymond, ami ki van téve, mi abszolút együtt gondolkodunk veled, és az egészet összerakjuk neked elétől a végéig. És nincs nálunk JAT. Érted? És próbálok párhuzamot vonni, hogy amikor belépsz egy étterembe, akkor valahol tudod, hogy az a minimum, hogy
kedvesek, leültetnek, leteszik elét, stb. Nem pont akkor fizetem én ki az árát, amikor még nem adtam jattot. Hiszen a kedvesség az, hogy lerakom, a hagyományos valami, most én direkt csak kicsit kötözködök, mert ezt annyi tevékenységre rá lehetne húzni, ami meg nem a klasszikusan jattolható tevékenység, ugye, igen. És tudod, mi nálunk tilos elfogadni. Tehát ez mit tudom én, költött valaki 69 ezer forint, 70, köszönöm, olyan aranyos voltál, itt az ezres. Ez ne, az, hogy aranyos voltam, az a 69 ezer. Így van. Termék plusz az aranyosnak levés. Érted? És ez egy mindez kicsit... Egy zokniért, egy... Micsoda? Mindez egy zokniért. Ja. Persze. Ugye, az a bal lábáért. Nem, szerintem egy jó hely vagyunk. Összeállítás. És, nem szerintem ez az extra kérjára. Nem tudom, hogy jó-e ez a párhuzam. Most direkt, ha úgy tetszik, kötözködök a feszültségért, ne úgy vedd. Mert én meg az vagyok, aki egyébként fizet az étteremben, és köszönöm, és jól éreztem. Én mindig jattolok. Tehát én az étteremben is jattolok, várjatok, akkor ez lehet rosszul mondtam. Tehát én mindig szeretem odaadni azt, ami jár. Kötelező lehetett. Nekem az a kötelező számlán feltűnő sorral, amióta ez megjelent, nekem belül van egy bajom, de azt is gond nélkül kifizetem, félreértés ne essék. Őt azt muszáj kifizetni, azt előre oda írják. Csak nekem ugye a lelkembe zavar az, hogy ott van az a sor, hogy kötelezően ki van számlázva valami. Na de igen, erről mert, mit gondolsz, amit mondtam? Bocs, nem akarom elereszteni ezt a tervet, hogy nyugodtan. Másoknál is rá nyugodtan lehetne. Én úgy gondolom, hogy a te iparodba, például én bemegyek hozzád vásárolni, még nem voltam, de fogok menni. Igen, gyere. Elmegyek hozzád, a te kedvességeddel, a mosolyoddal, a szaktudásoddal, engem fölöltöztetsz. Na, ilyenek nincsenek. Vagy a személyzet, vagy bárki, a munkatársaid. Az a 69 ezerbe bele van kalkulálva. Igen. Én ezt így gondolom. Ez így van. Az étteremnél, ha most egy kicsit visszakanyarodunk oda, ott a rántott húsba nem biztos, hogy bele van kalkulálva a pincérnek a kedvessége, és ezért az ember honorálja egy jatt formájában. Nem lehet, hogy ez egy ilyen szokás. Kulturális, tehát hogy egy szokás. Tehát egyszerűen a magyar úr fizet, tehát, hogy... De én nagyon leragadtunk a vendéglátásnál, hát igen. Azért sok jattos hely van. Persze, de a zenészeknél is egyébként van olyan zenész, aki egyébként úti költségért megy el zenélni, általában ezek lagzis muzsikusok szoktak lenni, úti költség, tehát nem tudom, 15-20-30 ezer forintért megy el zenélni, viszont másfél-két millió forinttal megy haza, és tornyokba állnak a 10-20 ezeres az egy speciális műfaj, amikor behúzogatják persze, a vonóban. Mert hogy eleve azzal kalkulál, hogy ott ez egy szokás, hogy akkor most 10-20 ezerért eljátszod az indalomat, és annyiszor 20-annyiszor én kérem, és akkor nyilván ő akkor még egyszer eljátsza, tehát hogy ez valószínűleg egy szokás Magyarországon, hogy én úr vagyok, én fizetek. Igen. Nem? De. Például nagyon sokat vagyok Olaszországban. Olaszországban nem tudják ezt értelmezni. Ugye van ez a koperto, vagy nem tudom, hogy lehetne lefordítani, megterítenek. Erre kérnek egy pénzt. De amikor te 99,50 € fizetnél, mert leültetek, és ott hagysz egy százast, az 50 centet leteszi. Tehát nem tudják értelmezni, nincs, nem létezik. Tehát biztos, hogy szokásjog bázisú ez az egész történet, mert ott meg próbáljál meg azt, hogy hagyjad, mit hagyjak, ezt ideadom, és akkor szia, menj haza, köszi. Na jó, de itt vissza kell tekintsi a szocialista rendszerben, ott alakult ki ez a jattvonal. A taxisodnak jattoltál, a pincérnek jattoltál, a igen. Nem tudom, tehát meg voltak szerelőnek klasszik szocialista nyújjók. Jattos szakmák. Mert ugye onnan a fél. Jó, és a striptease bárokban a bugyi pénz, hát azzal mi van? Mesélj. Hát honnan az soha az életemben nem dolgoztam, tényleg most már 48 vagyok ma holnap. Nem, striptease-bárban dolgozott. Soha nem voltam jattos munkahelyen. Tehát, hogy én valahogy borravalót soha nem, mondom, derivált lemezt kaptam, és virágot is kaptam, de hogy effektíve pénzt nem, de hát tévében látom azért, hogy a striptease-bárban ott a rúdon pörögnek a lányok, és akkor dugdossa. És egyébként csipperzik. Az a fizu, az a akkor. Tehát az külföld. Tipsz, ja. Jó, na. Mielőtt elkezdtük volna a forgatást, akkor ugye Balázs nagyon megdicsérted a Geri ingét, és mondtad, hogy te nagyon szeretsz öltözködni, sőt mondtad, hogy nagyon szeretem a színes inget. A színes inget, sőt igen. Cipőt is. Az öltözködésre
sajnáljuk, nem sajnáljuk a pénzt. Én azt gondolom, hogy itt most a legautentikusabb Geri lesz. Indítsuk el tőled, aztán meglátjuk, hogy ki hogyan. Magyarországon az öltözködés az biztos, hogy egy mostoha gyerek. Ez 100%. Tehát ezt abból lehet érzékelni, hogy amikor te, ezt mi csináljuk az üzletben, hogy felállítunk bizonyos profilú emberkéket, és egész egyszerűen azzal találkozol, hogy olyan ember, aki az egyéb költéseiben látványosan, mert mi azért ilyen viselkedés kultúrához is kapcsoljuk az öltözködést, tehát látod, hogy... Hol hával bajba lennétek? Olyan színvonalon nyaral, siel, olyan az autója, olyan a mobilja, tehát az egyéb tartozékai az életének, és egyébként pedig a ruhával hadilábon áll, tehát sajnálja rá a pénzt, de aránytalanul sajnálja. Ez egy nagyon jellemző jelenség ma Magyarországon. Hogy ez miért van, ezt nem tudom, pedig ugye ezt viszed magaddal leginkább csatába. Tehát lehet, hogy nem derül ki a mobilod, nem derül ki, hogy milyen kocsival érkezett, ha csak nem kerül szóba, akkor nem tudják, hogy te egyébként milyen hobbiknak hódolsz. Tehát ez, amit viszel magaddal, ami ez az igazi veled összenőtt üzenet, erre nagyon sokan sajnálják. Bolha, neked? Én most azért vagyok nagyon kíváncsi rá, mert úgy emlékszem, hogy mondjuk így a 80-as, 70, sőt, talán még a 70-es években is volt kb. Háromfajta farmer, meg se, tehát, hogy se, és talán nagy nehezen lehetett csak hozzájutni. Ha nagyon nehezen, tehát az biztos, hogy például én simán kiutaztam az akkori Jugoszláviába farmerért, és ráadásul azért, mert itt, amit egy helyen az Ecserin lehetett kapni, tudtuk, hogy átvernek, nem az eredeti, de hogy én kicsit, vagy inkább nagyon is ellenkezve, én azt gondolom, hogy a Gerivel szemben, hogy te, amiben utaztok, hát az nyilvánvaló, hozzáteszem, hogy nem made in China. És az emberek jövedelmétől ez függ. Azt értem, hogyha valaki megengedheti magának, hogy nem tudom, gizda autóval jár meg ilyen ház, hogy nem azonosul ruházatban ezzel a gazdagságával, vagy jólétével, de azt hiszem, hogy az emberek itt ma Magyarországon nincsenek úgy eleresztve. Bocsánat, valamit bele kell tegyek, azért, hogy ebből a vitorlából kifogom a szelet rögtön az elején. Tehát mi nem azért, mert én mondom, hülye hangzik a számból, mi kifejezetten olcsó hely vagyunk. Tehát ezt nyugodtan már... Megfizethető. A saját kategóriát. Tehát figyelem azt, tehát mi a fast fashionnek az árnívójával. Nem értem. Nem mondok most. Hát ez a kicsit ilyen trash kidobni való cuccnak a aha. Mondjak márkákat, nem akarok megbántani. De akár mondhat is, egy lehet, hogy azzal... Ez is, gyerekek, most gondoljátok abba bele, igen? Ez egy önfelmentés, ez a drága volt. Tehát nem egy Andrássy úti butik vagyok, nem tudom, a Via Dolorosán vagyunk, nem tudom mi. Tehát nem 1000 eurós cipő, de nem is 400 eurós cipő, hanem 30 ezer forintos cipő, meg 50 ezer forintos öltöny, meg 20 ezer forintos farmer. Most direkt rólam beszélsz? Nem. Tehát pont azt akartam mondani, hogy ha ez lenne, akkor tudomásul venném, hogy egy olyan szuperluxi árszegmensben dolgozunk, ahol tudomásul kéne venni, hogy ilyen jelenségek már vannak. De Balázs. Nem. Bocs, nem akarom elmondani. Igen, Balázs, te mondtad, hogy matchboxokat gyűjtöd, és az Isten pénzét is elköltöd rá, de cipővel ugyanígy, tehát a ruha is ugyanígy a kategóriába tartozik? Hát én nem vagyok tudatos vásárló valójában olyan nagyon. Én úgy, mit tudom, bekeveredek egy plázába, mert pont ott van egy találkozóm, és akkor utána egy bambola, de jó, ezek. Megveszem. Tehát, de jó ezt hallani, Isten. Nincs rá okom, hogy megvegyem, nincs rá szükségem, hogy megvegyem. A ruhavásárlásra egy nagyobb bajba vagyok, ugye hát sajnos nem a standard testalkat vagyok, és mivel picit amorfa test, ezért egy csomó jó cucc van, ami úgy tetszene,
De hát rám, uram, ne viccel, de a méretben. És akkor van az, hogy én egyébként például így zakókat, ilyesmi, van egy ilyen kis szabó hölgy, aki ezeket nekem így megszokta oldani, és akkor így viszonylag normálisan nézek ki benne. Egyébként hozzáteszem, hogyha lenne egy kicsit ilyen extrében méretezésbe is, ugye én széles vagyok, ellenben rövid, akkor simán valószínűleg többet költenék, mint most, csak a szabó hölgy az vidéken lakik, és amikor már úgy érzem, hogy kéne esetleg egy-két zakó, vagy egy-két öltönt csináltatni, mert már hogy rosszul, akkor elmegyek hozzá, akkor kiválasztjuk az anyagot, akkor igen, megméreget. De ez 2022-ben probléma, hogy speciális testalkatra vásárolni? Igen. Azért, mert a világdivat az feltételez egy sziluettet. Tehát egész egyszerűen, amikor a... Hát mindig van ok rémüldözni, de akkor is ezt csinálja. Tehát azt mondja, hogy egy jelenséget szeretne utcára vinni, és arra azt mondja, hogy tollig ezt a testet célzom, kész. Ez egyébként na, annak. Ez azért még dietetikai és orvos szempontból is egy javallott test. Mielőtt nagyon elkezdjük vikázni, hogy ez biztos a gémmanipulált... Csak nem mindenki vékony, érted? Tehát nem mindenki vékony és magas. Igen. Tehát itt ez a probléma. Igen. Na, de... végül is én nyilván az átlaghoz képest valószínűleg erősebb testalkat vagyok, de talán még nem az az extrém túlzás, mert azért mondjuk egy sima pólóból azért a 2X-eset magamra tudom húzni. De mikor már zakót próbálok venni, akkor vagy az új az eddig ér, vagy az egész szabása nyilván sokkal magasabb emberre összól, és akkor ott állok, hogy hát tök jó lenne, meg jó az anyag, meg tetszik, de hát hogy? Ingekben már picit könnyebb. Válaszunk ketté két dolgot. Igen? Az egyiket az legyen az, hogy te nagyon jó dolog, hogy te erre igényes vagy, és a többi, és utána jársz. Tehát egy dolog az, hogy föl tudsz öltözni, és hogy tudsz magadnak találni egy stílust, mert ezt megoldod. Amiről én beszéltem, az pedig a trend, a divat, ami éppen most uralkodik. És ez feltételez egy testet. Kész, pont. Na jó, de szerinted az emberek hány százaléka visel magán olyan testet, ami belefér a mai trendbe? Aki akar, az megteszi. Mert ugye trendi az az életmód is, ami oda vezet. Hát, ebből azért nem értek teljesen. Az nem baj, de így van. Az nem probléma. Az abszolút nem probléma, csak egész egyszerűen azt mondják, hogy ő egy ilyen jelenséget szeretne az utcára vinni, és azt a jelenséget meg nem szeretné öltöztetni. Gondolom ebből erről a törő fakad, hogy amikor hogy egy erős, de... divatbemutatón látjuk a hölgyeket sétálni, és ott is nem a legelterjedtebb alkatú hölgyek, hanem a nagyon vékony lányok mutatják be a különböző kollekciót. Igen, de az meg megint egy veszélyes terület, mert a divatbemutató az sokkal közelebb áll már egy színházi előadáshoz, mert az egy performance. Az egy hangulatot akar tükrözni, az színeket, érzéseket, stb. Tehát nem az kerül a butikba, tehát felesleges, nem tudom, megszólni a Ferragamot, hogy már megint lánytestű fiúkat küldött föl. Nem kell. Tehát egyszerűen én igenis látok, most neked címzen csak elkezdtük, hogy igenis látok olyan lánytestű embereket, fiúkat, erről beszélsz? Akik abszolút nem ezek a testalkat, tágabb értelemben a butik világ utána már a teljesen hétköznapi testekre is hordhatóvá teszi ezeket. Tehát ez így van, és a kilengéseket nem akarja tolerálni a trend. Drágan, mit tekintünk kilengésnek, tehát... Ez egy nagyon sikamlós mesdje, mert szerintem Magyarországon, fogok rá mondani egy példát, létezik azért önkép probléma, hogy ilyen óvatosan fogalmazzak. Tehát nagyon sok ember hozzánk ajánlásra jut, és akkor fölhívnak telefonon, szia, ajánlottak, stb. És ilyen, azt akarom kérdezni előzetesen, hogy ilyen sportos testre is van-e? Gyere be, tehát nem hiszek a távgyógyászatban, meg a távstylingban sem hiszek. Tehát gyere be, hozd be a testedet, bejön az, aki a sportos test. És rögtön, hogy figyelj, ne haragudj, de melyik sporták csinálja ezt a testet? Tehát, mert látszott nevet, és ja, nem tudok, tehát én nem tudok azzal mit kezdeni, hogy valaki ott húzta meg a határát, ahol ő van, és ott követeli magának, hogy a trend tartson oda. Az olaszok azt mondják, hogy bármennyi pénzed lehet, a Ferrari nem csinál pick-upot. Pedig lenne rá igény, de nem csinálja. És nem foglalkozik vele, hogy te vered az asztalt. Tehát ő ezt csinálja, kényelmetlen, nem tudsz beülni hátra, mert kétüléses, zúg, zörög. Hát hova teszed a gyerekeket?
nem érdekli. Tehát ugye én most a divatról beszélek. Nem arról, hogy felöltözni, hanem a divatról. Ott neked igazad van, amikor arról van szó, hogy felöltözni. De csak visszakérdezek, hogy találsz konfekciót? Nem jellemző. Nem jellemző. Az egyetlen... Akkor nem is kell, hogy én válaszoljak. Az egyetlen hölgy vendég, ugye Anna, nézzük, hogy ő az öltözködés... Én hogy imádom van, ezt a témát, erre költhető pénzt. Amikor mondja Gergő, hogy ha kiadnak egy mondjuk egy márka vagy egy divatcég, az ő azt mondja, hogy ő, mit tudom én, 36-os méretig akarja azt a ruhát látni, úgyhogy én ezt imádom, mert én úgy vagyok vele, hogy amit csinálnak az én méretemben, tök mindegy, hogy ez miniszoknya, vagy kivágott, vagy nem tudom, én azt fölvehetem, hiszen lehet kapni a méretemben. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog. Egyébként, ha beszélünk itt a pénz és a divat, vagy a vásárlás, vagy a ruha viszonyláról, én vagyok a turkálós, bocsánat, és itt veled is egy kicsit ellenkeznék, mert szerintem az, hogy valaki jól öltözött, vagy csinos, az nem feltétlenül pénzfüggő, hanem igényfüggő. Én, ugye hát ezt már elmondtuk itt, egy párszor 80-as években voltam gyerek, és itt Magyarországon akkor ez a bizományi áruház vállalat volt, BÁV, és ennek volt a Király utcában egy yes. Gólya nevezetű helye, ahol isteni darabokat lehetett kapni. Tehát én a 80-as, 90-es években is onnan öltöztem nagyon stílusosan, és most pedig a second hand butik van egy ilyen hálózat, tehát én lehetnék az arca, tehát hogyha ha van felkérés, akkor itt vagyok. Én imádom. Tehát én ott olyan kincseket találok, és márkás, magas kategóriás holmiaim vannak onnan, és úgy akkor úgy azt gondolom, hogy hát ez olyan, mintha egy márka üzletben vettem volna, pedig hát nyilván de mi nem. De mi most nagyon-nagyon sok fogalmat érintettünk, és bocsánat, mivel én ebből élek, hogy amit te most említesz, az az, hogy te teljesen tisztában vagy önmagaddal, ergo könnyen emelgeted le a hozzád önazonosan társítható dolgokat. Tök mindegy honnan. Te önazonosan fogsz választani. Valakit meg beküldhetsz a Prádába, és hülyességekkel fog kijönni. Uh-huh. Tehát egyrészt nem pénzkérdés, önkép probléma, vagy önképpel tisztába levés, stb. Az egy dolog, hogy az én számból nem fogsz olyat hallani, hogy bátorítom a turiban vásárlást. Ez biztos, mert ez valakik azért dolgoznak, hogy az ne turiban kerüljön a piacra, mert ugye senki se azért dolgozik, hogy egy second hand piacra kerüljön rá, hanem ő szeretné a saját értékét megkapni. Na jó, de azzal, hogy valaki mondjuk azt a bizonyos márkájú pólót, amit én otthon megvettem second hand, azt ő otthon kiselejtezte, és helyette valószínűleg bement a márka üzletbe és vett egy márkát. Yeah. Szerintem az egy óriási probléma, amikor márkára vásárolsz. Egyébként ezt a mai fiataloknál látom. Hogy gyakorlatilag jön a fiatal, tetőtől egy adott márka, nyilván nem mondjuk ki, és csak az egy a lényeg, tehát se a színe, se a faz, semmi, csak a már, ha rajta van a logó, onnan már királyság. De ez viszont egy mankó. Számomra egyébként megdöbbentő. Ennek megvan a magyarázata, ez egy mankó. Tehát az, akinek nincsen önbizalma, és nincsen egy márka stabil, mögé búli. Abszolút. Figyelj, ez egy valami, és kész, nyertem, csönd legyen. Mert ez az. Tehát ne szólj be rá, tehát ez egy páncél, ez egy védekezés. Az is, tehát szubkulturális jelenség is lehet, igen, az is lehet. Tehát egy életkori jelenség is egyforma cipő, nem tudom, de szerintem a szubkulturális jelenség is azért jön létre, mert az ahhoz tartozóknak mindegyiknek van egy önbizalom problémája. Annácska, te hiszel abban, hogy second hand ruhákat igen, én abszolút hiszek benne, de olyan szintig, tehát hogy az én drága ismerőseim már sokkot kapnak tőlem a Facebookon, mert hogyha én elmegyek egy ilyen boltba, akkor hajlamos vagyok a próbafülkében fotózni magam, és a legkülönlegesebb... Nekem miért nem küldöd ezeket a képeket? De fönt van a Facebookon, majd ha van igény privátra, akkor szól. Várj, mi az a Facebook? Na szóval, hogy én nekem onnan szinte mennyasszonyi ruhám is lehetne, de nagy abroncsos ruhám van például, soha nem fogom fölvenni, mert nincs hova. De van. A következő adásra egyébként nyugodtan... Yeah. Van erre igény? Hát hogy ne, persze. Kérem, köszönöm. Persze, nem tudom, hogy fogsz itt ülni abroncsos ruhába, de... Én férfi létemre, én is... Abroncsos ruhába? Abroncsos ruhába járok, igen. Turkálós vagyok. És mint férfi, gondolom tudod, hogy javarészt nők járnak ilyen helyre. Engem nagyon megnéznek.
Ezért jársz. Először is, igen. Ellenben jól lett. Igen, másodszor meg női ruhákért, persze. De hogy teljesen egyetértek azzal, ami még korábban elhangzott, hogy, és nem vagyok márka függő, de hogy az egy vonzó benne nekem, hogy nincs két egyforma. Mi például nem monobrand üzlet vagyunk. És én azt gondolom, hogy megint egy picit az önazonosságra, meg ennek a tudatára visszacsatolva, hogy az nagyon ritka, hogy valakinek az önazonossága, az pontosan belesimul mondjuk a Prada-nak az imidzsébe, vagy a Ferragamo-ba, vagy a Fendi-be, vagy a Balenciaga-ba. Tehát éppen ezért én azt gondolom, hogy... Ezeket mind ismertem. Igen, azért akartam olyanokat mondani, hogy ne sértsek meg vele sokkal-sokkal populárisabb, elterjedtebb márkákat, mert ugye nem a márka a hibás azért, ha te hülyé hordod. Meg egyébként kicsit a turi témára is rá akartam csatolni, hogy... olcsó meg drága ruha, a feleslegesen megvett ruha az mindig drága, akkor is, hogyha 2500 forint volt. Tök jó, de bocsánat, nőknél ez egyfajta ilyen örömérzést okoz, hogy ő most mehet és költhet. Tök mindegy, hogy kell vagy nem. Persze, és akkor meg már inkább a turiba. Köszönöm, de. Hát de. Az is tök mindegy, hogy valaha fölveszed-e, de odamész, kiválasztod, jaj, meg de csinálj. Tehát én nekem az egy óriási kikapcsolódás, például a turiba járásnál, hogy végignézni nem mindent, mert most már azért vagyok annyira kifinomult, hogy már így ránézve tudom, hogy na az valami. És akkor tényleg, de egyébként ami még egy szuper képességem, tehát most, hogyha rajtam van a kamera. Tehát, hogy én másnak is tökéletesen tudok vásárolni. Tehát én az én drága anyósomnak, képzeld el, az én, meg a férjemnek, de mondjuk, de én az anyósomnak vettem úgy gyönyörű vadonatúj csipkeruhát turkálóba, hogy így ráadtam, és így fölhúztam a cipzel. De bocsánat, persze, ez megint ez normális dolog. Mondani. Egy dolog, hogy ez egy képesség, hanem az, hogy ugye a dolgoknak az evolúciója az a turkáló irányába mutat. Na. Tehát egyszer meg kellett csinálni, tehát nem a turkálónak gyártották, csak valahol ott kötött ki. Tehát az a cucc, amik közötte ott Tobzódsz, igen, kösz a szót, hogy az valamikor valamely kollekciónak a megálmodott darabkája volt. Tehát... Én ezt abszolút szegény Gergőt most itt jó közre vettük a két turkálós. Ja, de persze, bírom. Ha én meg a gizdába, mi? Ja. Jó, figyeljetek, van az a szituáció, amikor ugye megérkezik egy köztudottan drága autó, tudjuk, hogy sokba került, kiszáll belőle a bácsi, a néni, a ruha, óra, ékszer, telefon, minden egyébről tudjuk, vagyis hát, hogy vannak azok, akik végigszámolják, és a pillanat töredéke alatt egyenleget vannak, hogy most éppen mekkora összeget hord magán, vagy ugye a kocsi értékét is egybevéve, hogy ezek a státuszszimbólumok is hozzátartoznak-e ehhez a pénzkérdéshez. Tehát, hogy azért veszem meg, mert valóban jó, vagy csak azért, mert én szimbolizálni akarom az én státuszomat. Szakértünk? Ennek nem vagyok, ez már a mentális problémáknak a mesdjéje szerintem. Tehát, hogyha valakinek akár egy ruha, akár egy autó, akár egy telefon, vagy bármilyen tereptárgya, ahogy szoktam mondani, az ad egy stabilitást, akkor szerintem problémája van. Én ezzel de te, kezdem. Amikor például öltöztetsz valakit, akkor te azt beleveszed az ő, tehát csak a külsejét veszed bele, vagy nem. Az egész státuszát? Na, egyiket se. Na. Tehát milyen szituációid vannak, mert a szituáció az igenis meghatározza, hogy nagyjából abban a szituban hogyan illik, hogyan szoktunk, tradíciója van a szituációknak. Te ki vagy, ezt próbálom leszűrni, és te abban a szituban éppen mit szeretnél kommunikálni. Női ruhákban az... elgondolkodunk? Majd elmesélem, ja. Miért nincs. Tibor, amikor megérkeztél telefonon, azt beszéltük, te egy terepjáróval érkeztél. Neked volt ilyen, hogy mondjuk adott esetben, mondjuk hamisan mértek föl téged, és mondjuk azt mást gondoltak rólad, mint amilyen valójában vagy? Tehát kellett mondjuk exkuzálnod magad, hogy én azért nem az a csávó vagyok, amit te hirtelen gondoltál, vagy te az a csávó vagy, ha jól gondolják. A terepjáró. Egyébként, bocs, Henrik, mondjál egy példát, tehát egy baromi nagy 50 milliós terepjáróból ki szállhat ki?
Tehát ki az írjuk körül, mert akkor... Alapjában véve, én azt gondolom, hogy ezek az 50 milliós verdák, ezek tényleg jók. Tehát nem a lukra fizeti ki az ember, hanem ezek tényleg jók. És róla tudom, hogy te terepjáróba jöttél, hogy ő mit tapasztal, hogy amikor kiszáll egy terepjáróból, akkor milyen a megítélése, kellett-e exkuzálnia magát, vagy tök természetes, vagy az a kép várja, amit... Ezt a kérdést kicsit szétszedném. Jó. Rögtön kezdem a leglején, nem 50 milliós az autó. Még bajom lesz belőle. A legnagyobb probléma az, hogy már nagyon fiatalon elhagytam a hajamat. Tehát innentől kezdve... Nem olyan nagy probléma. A kopasz nagy darab emberrel összekötnek, akik ugye tudja, milyen szimbólum öleli őket körül a mai társadalomba. Na most ehhez még hozzá, hogy fekete színű is az autó, tehát innentől kezdve buktam mindent. Hiba. Itt a vége. Tehát itt ez el lett rontva a vásárlásakor. A lényeg az, hogy nekem inkább kicsit máshonnan közelíteni meg ezt a dolgot. Én nekem a tapasztalatom inkább abból ered, hogy miután kerekesszékes vagyok, ezért bármilyen autóból, ha szállok ki, ott már az emberek már problémásnak vélik, mert és ezt szerintem, akinek egy picit jobb autója van, most itt megint meg kérdés, hogy hol ez a jobb, hol van az a határ, ami a jobb, kinek mi a jobb, tehát ezt nehéz eldönteni, de aki mondjuk a társadalomban egy kicsit drágább autóval jár, mint a nagyon, nagyon szegényebb réteg, onnantól kezdve, ha meg mozgássérült is, vagy kerekesszékes is, vagy bármilyen fogyatékkal élő, hát neked semmi, neked busz, BKV, vagy semmi, maradj otthon. Az a személyes tapasztalatom például itt az autónál, és amit érdemes összekötni, hogy megállok egy mozgássérült parkolóba, és hiába teszem ki az érvényes kártyát. Tehát azt úgyse hiszik el. A szemétbunkó ideál, és itt is, amikor na, nem egyszer volt a feleségem. A szlovák rendszámot kellene legalább lecserélned. Ott dolgozom, ezt nem tudok csinálni. A lényeg az, hogy amikor a feleségem kis harcias asszonyság, hála Istennek, és nem egyszer volt, hogy beszóltak, na a bunkó, minek áll ide, és akkor gyere a kolécia, és vedd ki itt a kerekesszék. Nem azért álltunk ide, mert bunkók, nagyképűek vagyunk, hanem egyszerűen a mozgássérült helyeknek ugye az is a lényege, hogy ki tud nyitni az ajtót, nagyobb a helye, mert oda kell tennem magam mellé a kerekesszéket, tehát nem tudok különben kiszállni. Persze. Tehát még egy normál parkolóban meg rányitnám a mellettem lévő autóra. Tehát ez egy praktikus, okos gondolat volt annó, aki ezt egyszerűen kitaláltam, mert tényleg használható. De ha már beállsz egy olyan autóval, ami, és kopasz is vagy, és még az csukva van az autód, mert még nem sikerült, eljutnod oda, már fú, ezt a nagy kép, minek ide, tehát borzasztó. Aki nyugtalanul az előítéletnek azért van alapja. Jelentős alapja. Alapja van. Csak hogy kérdezted, tehát én ezt így élem meg, hogy ugye nekem ebből van egy... ilyenfajta dolog, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a kérdésedre visszakanyarodva rögtön a legére, hogy igen, fontos az, hogy az ember jól érezze saját bőrében. Ha az egy 1 millió forintos autó, és ott érzi jól magát, akkor ez pipa, ez megvan. Ha valaki megteheti, és egy drágább autóba érzi jól magát, akkor tegye meg és vegye meg. Tehát most én azt gondolom, hogy ha a cipőben megveszük a drágábbat, a ruhában megveszük, a hobbinak sok pénzt áldozván. Túl sokat foglalkozunk azzal, hogy mi a vélemény rólunk. Igen. Az is hibá. Rengeteget. Igen. Tehát hogy ha én az az ember lennék, amilyen igen. a megítélésem, akkor nem tudom, el kéne bujdokolnom. Tehát, hogy nem foglalkozom vele. Tehát én közösségi felületen az arcom kint van. Sajnálatos módon a legtöbb, amit ma tevékenységet a közösségi felületen végzek, az a tiltás. Hát egyszerűen egy darabig leálltam beszélgetni, mert azt hittem, hogy ez egy beszélgetés, és utána rájöttem, hogy ez a saját probléma rendszerének a kivetítése, a ventilálás, az, hogy rögtön egy sztereotíp zsákba téged be akar rakni. Jó, de azért kérdez. A Gergőnek azért elég provokatív posztjai vannak, azért azt kell tudni, tehát aki esetleg nem az ismerőse, tehát ő azért provokálja is a kedvesség. De Gergő, kihez viszonyítod magad? Tehát most milyen értelemben? Hát olyan értelemben... Most... Nem kell semmit se csinálnod ma Magyarországon, hogy megtaláljanak. Tehát, hogy ez, ja, hogy ez nem kell. Igen, ez majdnem már egy ilyen áldozat hibáztatásra rá lehetne húzni. Ez a... Persze, hogy elkapták, hiszen miniszoknya volt rajta. Ő felöltözött miniszoknyába, mert az egyetlen egy kis pasiának szeretett volna tetszeni. Nem azért, hogy elkapják. Tehát nehogy már azt hibáztassuk, aki
valamilyen üzenetet próbál vinni, vagy mondjuk miért szólnak be neked? Tehát tényleg senkinek nem ártottál azzal, hogy a mozgássérült hely totál jogosult vagy rá, beütél, miért ne vehetnél nagy kocsit, ennyi. Azonnal jön a beszólás. Tehát, hogy miért kéne keresni az okot, hogy valakiben. Mert az emberek megelőlegezik gyakorlatilag már a rossz. Megelőlegezett helyett. Gyakorlatilag már rád néz, és azt mondja, hogy na, ez igazi köcsög. Én látom rajta, még nem szólaltál meg, nem tettél egyetlen gesztust, de itt, vagy rajta az, hogy sötét kocsi, kopott. Igen, de szerintem... Üldöző biztos, csak itt... De Balázs, neked volt ilyen, hogy mondjuk egy adott helyzetben valakivel tárgyaltál, beszéltél, és érezted, hogy a megítélés az... Tehát nem azt látja, amit te vagy, és ezt a dolgot helyére kellett tenni? Tehát, hogy... Nem tudom. Tehát alapvetően most, ha üzleti megbeszélésre vagy üzleti tárgyalásra gondolsz, ott azért általában akihez megyek, az szokta tudni, hogy én ki vagyok. Tehát ilyen vicces szituáció volt, ugye mi sokszor csinálunk ilyen zenei felvételeket is, többek között már te is voltál egy ilyenen. Okay. És volt, hogy én ott áldogálok ki ilyenkor az ajtóban, nézelődök, sőt a nap, jönnek, mennek a zenészek, a legtöbb zenész ismer, és akkor jött egy viszonylag ismert zenész, és hello, szia, így elment mellette. Hát jó, hát nem vagyunk egyformák, mindegy. És akkor ott benne odaért a kollégámhoz, elmondták neki, hogy mikor kerül színpadra, és akkor mondta neki, hogy hát a műsorprodukcióval találkoztam, nem. Jaj, de örülök, hogy megismerhetlek. Abban a pillanatban, hogy megtudta, hogy én ki vagyok. Aha. Egyébként így ment mellettem. Tehát a köszönésemet sem. Nem húztam le, de az agyamba benne maradt. Ez a státuszodnak szólt ez a... Igen. Neked, téged például azáltal, hogy egyrészt amerikai vagy, valaki meghallja, hogy ugye akcentusod van, volt már ilyen, hogy mondjuk téged tévesen lőttek be, vagy? Tehát, hogy téged rossz helyre tettek? Én nem igazán értem a kérdést, tehát mi lenne az a rossz hely, ahova... Hát, hogy nem az, ami vagy, tehát, hogy nem tudom... Hát mindig, amikor beszállok mondjuk egy taxiba, látja a rendelésen, hogy Hans, és akkor elkezdenek hozzám németül beszélni. Mondjuk azért az tényleg elég félrevezető, az legyünk beszinték. Tehát... Ja, persze. És akkor németül is válaszolsz? Nem. És mindjárt többe is kerül a fúvar, gondolom. Euróba számolják. És pont azért, és hogy... Nehogy... Én igyekszem mindig magyarul beszélni kint az utcán, hogy ne gondolják, hogy külföldi vagyok, és engem le lehet húzni. De taxiban elkezdek magyarul beszélni a taxishoz, és akkor nem is ilyen lassan oda kerülünk ahhoz a kérdéshez, hogy miért is vagy itt Magyarországon? Tehát ez inkább az, hogy kiderül, hogy amerikai vagyok, és már miért? És akkor beszélek magyarul, de nem vagyok magyar se, semmilyen szinten nem voltak őseim, magyar őseim, hanem csak úgy döntöttem, hogy itt fogok élni, és megtanultam erre a szintre azt a nyelvet, hát az sok idő volt, de miért? Tehát nem tudnak elképzelni a magyar taxisok, hogy magyar van egy ember, aki eldönt, igen, hogy itt lakik. Sok magyar ment el Amerikába, viszonylag sokkal kevesebb amerikai telepet. Bocsak, kérdésükben benne van, hogy ez hülye. Hát, hogy ő jött ide, ez hülye. Nem, bocsánat, csak, érted, szerintem csak nem értik elnek az, hogy mi van itt. Tehát milyen itt az élet. Ahogy mondtam, hogy a Jeremy barátom ide költözött, mert jó itt az élet. És nem sokkal több pénze van, mint bárki, ami körülöttünk van. Ő nem egy gazdag amerikai, aki bárhol élhet, nem. Ő csak szerintem egyszerűen itt jó az élet, és az, hogy engem megítélnek, mint amerikai, aki bárhol élhetne a világon, és mégiscsak Magyarországon döntött élni, az... Tehát itt vannak a problémák, hogy... Az a baj, a legtöbb magyarban benne van ez az önsajnát, meg nekünk annyira rossz. Én mindig azt mondom, én volt szerencsém egy pár évvel ezelőtt ez a Budapest-Bamako rally részt venni, biztos hallottatok róla. És igen. De el kell menni Afrikába, és akkor rájössz, hogy annyira rohadt jó helyen vagy itt, annyira szerencsés vagy, hogy te itt születtél, és nem ott, mert ott óriási, de óriási, és mély szegénység van, és döbbenetes nyomor, és elmaradottság. És lehet nagyobb boldogság. Nagyon-nagyon rájössz. Hát igen.
Igen. Anna, nálad ilyen jellegű dolog, mert azért neked van egy megjelenésed. Hát én nekem volt olyan, az nagyon helyes volt, volt egyszer egy tárgyalás, mert hogy nekem azért a rádió mellett van egy privát életem is, ahol rendszeresen jártunk ügyvédhez szerződéseket kötni, ahol ugye én rendesen kis kosztümben, tehát hogy szoknya hosszú, tehát hogy rendesen. És na most, amikor le van engedve a hajam, akkor nem látszik, hogy föl van nyírva. Amikor kosztüm van rajtam, akkor nem látszik a tetoválás, és akkor voltam egy valamilyen kis szőke, fufrus, tudom én, ügyvezető néni. És akkor ugye meleg volt, nyár volt, mondom, jó, te leveszem már akkor a kabátomat, és akkor így láttam így a partnereken, hogy így nem tudták hova tenni, hogy akkor most, tehát hogy akkor ez így most mi? Az mondjuk egy vicces. Nem tudom, én szeretek így megbotránkoztatni, tehát nekem ez nem probléma, hogy azt mondják, hogy na hát most 48 évesen nem pont így kéne kinézni, hanem hogy. De tehát, ezzel, hogy van ezzel, egy... ezzel a, most így hívom őket, a közönségnek van dolga, nem nekem. De én imádom hogy ő neki baja van azzal, hogy én mit csinálok. Igen. Meg amit mondtál, az egy attitűd. Én ezt úgy hívom egy picit a fiúknál, hogy ez a pávacsávó, aki azt mondja, hogy amikor én belépek egy közegbe, akkor tényleg álljon meg az élet, álljon meg egy picit, legyen az a meghökkenés, az a polgárpukkasztás, az a valami. Tehát kicsit ez... te is ilyen vagy? Nem. Helyzetfüggő. Uh-huh. Tehát, hogyha nyilván olyan közegbe mennék, ahol nem tudom, hogy kikkel találkozom, először találkozunk, alig-alig volt kapcsolat, akkor egy kicsit kockázatkerülőbben öltözök föl, mint hogyha már olyan társaságban jövök, ahol azért laza eleve maga a szituáció, ismerjük már egymást, tehát ez egy sokkal nem tudom, a negyedik műsorunknál mit fogsz fölvenni. Semmi. Akkor már olyan lazák leszünk, semmi. Na, hát az alap... Az alaptémánk ugye a pénz volt. Van nektek valamilyen titkos összetevőtök, vagy valamilyen módszer, hogy amit betartotok a pénzszerzésnél, valami kis titok, aminek mindig benne kell lennie, bármilyen, tehát hogyha valamilyen pénzszerzésnél. Pénzszerzésnél, tehát hogy, vagy egy kabala, vagy igen, vagy mondjuk egy kombináció a lottónál, ugyanígy mondjuk nem tudom, elmegyek tárgyalni, akkor a zsebemben legyen valami, ami nálam van, mert akkor fog sikerülni a most tárgyalás. Most értettem meg a kabala. Kérdésedet, kabala, jó. Okay. Jó, hát vagy valami, bármi, hogy kétszer visszafordulsz és visszazárod az ajtót, mielőtt tárgyalni mész. Nem, nincs. Nincs. Inkább én azt gondolom, hogy pénzszerzési technikák vannak, tehát ilyen kabala nincs. Tehát most mondok, vagy megpróbálok mondani egy egyszerű példát, hogy mi reklámfelületeket értékesítünk a különböző kiadványainkba. És nyilván ez úgy működik, hogy vagy ügynökségtől, vagy egyszerűen valami ismeretségében beesik a kuncsaft, és akkor nyilván elbeszélgetünk, hogy mi az elképzelése, mi a terméke, mi a szolgáltatása, mit ajánlunk, és készül egy ajánlat. És én például mindig tartom magamat ahhoz, az elmegy az írásbeli ajánlat, hogy én soha, de soha nem piszkálom, hogy na, tetszette, na, mikor küldesz. Magán. És van olyan, hogy eltelik egy hét, két hét, és tudom, hogy ha érdekes, úgyis vissza fog hívni. Aha. De soha nem hozom magam abba a pozícióba, hogy érezze azt, hogy én lihegek a nyakába, lihegek a pénzért. Jó. Nem, ő akar költeni nálam. Uh-huh. Ne legyen még egy picit se olyan, hogy nekem nagyon kéne az a... Persze nyilván kéne, mert hát ebből élünk, de ez mindig megfogadom, vagy mindig így csinálom, és szerintem ezen nem is szabad változtatni. Tibor, te neked ugye a webáruházad van, ha jól tudom. Így van. Ott valamilyen speckó egyedi technika, vagy esetleg nem egyedi, de mondjuk egy olyan technika, amit te tudatosan direkt erre fejlesztettél ki, vagy direkt itt használod? Megmondom őszintén, én még tanulom ezt a világot, tehát még ez számomra is egy új dolog. Még nem alakult ki nálam semmiféle hasonló, de viszont osztom a véleményedet, ugyanígy gondolkodok Pepitában én is. Én sem megyek senki utána lehet. Uh-huh. Ki kell várni. Vagy beérik, vagy nem. Ha nem, akkor úgyis minek? Igen. Akkor aztán óriási blama. Csak kínos. Gergő, te itt a szünetben ugye mondtál egy mottót, hogy nálad melyiket? Mi a szabály az üzletben. Ki mondja meg, hogy... Ja, igen, az egy... De az inkább az a fogalom, hogy én szeretek azokra hagyatkozni, és fel is nézek azokra az emberekre, akik a saját területükön profik, és csak viccesen szoktam mondani, hogy tehát hogyha az üzletbe bejön valaki, főleg hogyha először és kicsit úgy oldani kell ezt a küszöblázas feszkót, és ő mondja, hogy ez kell, az kell, amaz kell, akkor
Picit magára hagyom, hogy hadd vonuljon, és szoktam mondani, hogy bocs, azt kimondta meg neked ebbe az üzletbe, hogy te mondod meg, hogy te mit szeretnél. Mert ugye én jót akarok neki, tehát én szeretném őt megismerni, hogy én hadd javasoljak valamit, és az azért valószínűbb, hogy jobb lesz neki, mint amit ő saját kútfőből leakaszgatna, mert én reggeltől estig ezzel foglalkozom. Tehát én ebben teljesen föl vagyok oldódva. És ugyanígy elfogadnék véleményt mindenkinek a saját területéről, mert abban meg én nem mozgok otthonosan. De azt hittem, hogy másra kérdezel. Nem, csak kíváncsi voltam, hogy ki milyen technikát alkalmaz, mert hogy nagyon kíváncsi lennék, még hallottam már ilyen jellegű dologról is, ami egy picit ilyen spirituális vonal, tehát hogy már gondolati szinten megkeresi. Na, akkor már adom is a Bolhához a labdát. Én még a kérdést se értem, de nagyon... De azért, mert szerintem most már a Bolha szerintem már le is csapja. Én ahogy az előbb is mondtam, hogy annyira rosszul kezelem a pénzt, vagy nem tudom, hogy kell ezt megfogalmazni, tehát annyira nincs közöm a pénzhez, vagy viszonyom a pénzhez, hogy nyilvánvalóan sok nő ezért hagyott el, de... Én általában úgy vagyok ezzel, hogy mindig azt mondom, hogy jön, hogy lesz. Mm. És ezt úgy tudatosan, tehát bennem van, hogy igen, lesz, akkor is valami jön. És most mondanám, és szoktam, nem tudom, rendezvényeken műsort vezetni, meg esküvőkön, hogy hívják meg, ceremóniamester. Vőlegényket. Az igen, általában. És soha egyetlen egy felületen sem hirdettem. És nem vagyok a hirdetés ellen, csak mindig valahogy bennem ez így van, és tényleg egy picit... A vonzás törvénye. Igen, valamiért olyan spirituális a dolog, hogy azt mondom, hogy úgy is lesz. És lesz, és voltam jobb anyagi körülmények között is, meg rosszabbak között is, de valahogy sose voltam kétségbe esve, hogy holnap. Szerintem ezzel inkább annak van baj, aki rágörcsöl el az egész pénzre, a pénzkeresésre. És minél inkább görcsöl, annál inkább nem. Igen, ez gondolom. De akinek meg kevés van, az meg óhatatlanul rágörcsöl, hiszen van egy valamennyi, és az apránként fogy. És a jóslás? Én teljesen szkeptikus vagyok ezekben a dolgokban, általában. Ennek ellenére nagyon érdekes, hogy a párommal a kapcsolatunk kezdetét, ő hisz ebbe, és ő elment egy ilyen jósnőz, és elmondták neki, hogy mi fog történni, nagyjából 2 évre előre, és pontosan megtörtént. De úgy, ahogy megjósolták? Döbbenetesen, és gyakorlatilag napra pontosan megtörtént. Érdekel a jósnő majd akkor, ha... Nem lehet, hogy ilyenkor előre egy programot elmondanak, és akkor az ember elkezdi ezt a programot ez így utólag visszanézni, így gondolnám én is, de... Az egész jóslás az úgy nézett ki, hogy ugye nekünk van egy olyan kiadványunk, amiben van rendszeresen egy jósnő, aki szerepel, és ilyenkor el szoktunk küldeni különböző színésznőket, énekesnőket, mindenféle ismert embert ehhez a jósnőhöz, és akkor mond valamit róluk. Na most a párom énekesnő, és őt is, akkor még ugye mi abszolút nem tudtuk, hogy valamikor egy pár leszünk, elküldtük ez a jósnőhöz, mint újság. És akkor ott a jósnő elmondott dolgokat, amit ott ült egy újságíró, és leírt szépen, tehát van bizonyíték. És akkor elmondták, hát fura volt ez az egész, meg úgy akkor én még úgy nem is ismertem magamra, ő se teljesen rám, és aztán telt múlt az idő, és akkor gyakorlatilag elkezdtek bekövetkezni ezek a dolgok, és a vége a mi kapcsolatunk lett. De és onnan visszaolvastuk, ami megjelent újságban, tehát letagadhatatlan, vagy megmásíthatatlan volt, és pontosan akkor is úgy történt minden, ahogy eljutottuk oda, de, hogy... Na de most akkor erre... De pénzügyben például nem hinnék egy jóslatban. Ezt akarom mondani, elmennél-e jósnőhöz, most akkor nyilván te már válaszoltál, hogy nem, de hogy elmennétek jóshoz, ha működik ez az intézmény, tehát tételezzük fel, hogy hiszünk ebben, akarnátok tudni, hogy neked adott esetben... Nem, én azon rögök, hogy nekem egy ilyen kis Facebookon keringő sketch, az nagyon jól meghatározza, hogy mi a véleményem erről az egész kis boszorkánságról, hogy egy marha nagy darab riporter kamerával kiment, és akkor a jós, hogy akkor jósol nekem, és egy irgalmatlan nagyot lekever a jósnak. És akkor mondta, és innentől kezdve ki kéne fütyülni, hogy na, ezt biztosan nem láttad előre. És nekem ez a véleményem erről. Aztán, hogy mit vonzunk be, meg mit hiszünk el, meg... Egyébként a horoszkópnak szerintetek nincs ehhez kapcsolata? Mert most, hogy ugye a szünetben megbeszéltük, hogy az emberi elleméhez, vagy a személyiséghez van, én azt gondolom.
Tehát ahhoz biztos, hogy... A komoly horoszkópnak biztos, hogy van. Tehát az, hogy amikor te... Mert ez, amit minden héten olvasod az újságban, az nem semmi. Jó, dolgoztam egy középiskolában, mint kulturális nevelő, és gyártottam a suliban újságot, az volt a neve, hogy Szelep, ráadásul ilyen pici volt, hogy, és az volt a cím alatt, hogy azért vagyok ilyen kicsi, hogy óra alatt is tudja olvasni, de ott én speciál a horoszkóp részt, azt én magam írtam. Tehát én írtam neki, hogy Korsó, a holnap a matek dogán majd, igen. Akkor ki, figyelj oda, puskázzál, mered, ez abszolút. És gyakorlatilag nem volt olyan visszajelzésem, de nyilvánvaló az, aki olvasta, tudott vele valamelyest azonosulni, és ez a, pont a bulvárlapok horoszkópiai, ami kamu, azt senki nem ellenőrzi már vissza kedden, mikor hétfőn elolvasta, hogy holnap. Nem igen, csak a jegyeknél azért azt meghatározzák. Például én Bika vagyok, májusban születtem, tehát az én jegyemhez odaírják, hogy anyagias vagyok. És én nem vagyok anyagias, mondjuk jó vízent az aszcendensen, tehát ott nyilván van egy kis lezsőség. Van egy kis lóvén állat. Mennyire nézünk előre, és mennyire tervezünk előre, mennyire félünk a csőttől, hogy egyszer csak hirtelen jön egy váratlan esemény. mert a legtöbb csőd eset Amerikában az akkor történik meg, amikor valakinek nincs elég, vagy nincs egyáltalán egészségügyi arra. Biztosítás. Aha. És akkor nagyon gyakran az, hogy szó szerint csődbe mennek. Csődbe megy a család, és olyan, hogy az élet végéig fizetheti a kórháznak azt, hogy egészséges. De van, tehát, hogy van ilyen tartalékotok, vagy van egy olyan... Előbiztosításom van, én ahogy betöltöttem a 46-ot, és jöttek ugye az itt fáj, ott fáj problémáim, én akkor kötöttem egy egészségügyi biztosítást, úgyhogy én nekem az egészségügy nem fogja majd elvinni a maszek egészségügy a pénzemet, mert nekem van rá biztosításom. Házra is van biztos, tehát én a biztosításban hiszek, egyébként meg nem vagyok egy kockáztató. Tehát, hogy a bikaságom. Tibor, te vállalkozó vagy, tehát hogy nálad ez a jellegű rizikofaktor? Szerintem mindenkinél ez benne van, aki vállalkozik, bármikor sajnos bármi történt, akár egészségünkkel is kapcsolatban, tehát nem ez üzlettel, ami utána akár átmehet ugye az üzletre is. Tehát én tudom, hogy milyen hamar megvan egy baj, másodperc töredéke, az előző pillanatban fogalma sincs arról, azt hiszed, hogy tiéd a világ, következő pillanatban a földön fekszel, és teljesen megváltozott az életed. Tehát én is hiszek a biztosításokba, meg a megtakarításokba. Én is amennyire a anyagi helyzetünk megengedi, mi is a gyerekeknek van egy félretéve értelemszerűen egy ilyen biztosításszerű befektetés, illetve nekünk is a ház, ami van minden, amennyire lehet, be van biztosítva. Hát az, hogy a vállalkozás mennyi, az részben ugye rajtunk múlik szerintem, hogy mennyi energiát, erőt teszünk bele, és bízom abban, hogy ez sikeres lesz, de ott van az a kicsi is, hogy nem, és akkor még az ember lelkileg fölkerül legyen készülve arra, hogy mi van akkor, hogyha nem. Tehát én is megpróbálok racionálisan gondolkodni, remélem, hogy sikerül, és igen, gondolok arra, hogy mi van akkor, hogyha nem. Tehát ez is benne van. Nem szeretném vele élni, de azért az ember készüljön rá. Balázs, neked volt már ilyen, hogy ez csak hirtelen... Megnyílt a föld alattad? Nem. Tehát igazából az volt, hogy én váltottam. Tehát én felszolgálóként kezdtem, ott jól kerestem, mint már említettem, utána az a klasszikus 90-es évek elejéről beszélünk, éjjel-nappali közért. Abból lett 1, 2, 3, 4, utána sajnos már nyitottak a nagyobb boltok, elkezdett a létjogosultság elfogyni, ismét váltottam. És igazából én mindig az a típus voltam, hogy amíg működött jól valami, akkor csináltam, aztán mikor már ugye elkezdtem érezni a veszély szelét, akkor inkább átmentettem a meglévő tőkét egy más típusú vállalkozásba. Hát most ez a média, ez azért mondjuk most már 16-17 éve tart, reméljük ebben benne tud maradni. Illetve én mindenképp az olyan dolgokba hiszek, az olyan passzív jövedelmekbe, amiket bizonyos befektetés, ingatlan befektetéssel el tudsz érni. Én ezekben a biztosításokban persze, nekem is van lakásbiztosítás, nem nagyon hiszek. Tehát, hogy ez a majd milyen jó lesz 20 év múlva öreg leszel, és milyen sok pénzt kapsz. Tönkre megy, csődbe megy, nem tudom, államosítják, hát itt bármi előfordulhat, én ezekben nem hiszek. Én a bankbetétben se hiszek, hiszen lássuk csak a közelmúltot, azért itt nagyon sokan sírnak, akik rossz bankba tették a pénzüket, pedig úgy tűnt, hogy jó bank.
Én azt gondolom, hogy ha egy-két ilyen dolgot beszerzel, ahol mondjuk havi bérleti díjat tudsz képezni, vagy hasonlókat, az azért ad egyfajta nyugalmat, meg sajnos tényleg ez a vállalkozásnál, én sok emberi látom hibának, hogy érzelmi alapon vállalkoznak, és képtelenek lezárni egy olyan típusú vállalkozást, ami nem működik, ami lehet, hogy 10-20 évig működött, de eljárt fölött az idő, kiment a divatból, nincs már igénye, és nem tudnak tovább lépni. Én valószínűleg nem ez a típus vagyok, mert amikor én úgy éreztem, hogy itt remeg a léc, akkor zártam, váltottam, és csináltam mást. Uh-huh. Geri? Hát figyelj, nekem én mindig úgy tekintettem magamra, hogy akármilyen púpot tesz rám az élet, én megtanulok ebben az új akváriumban úszni, hogy ilyen totál képzavar legyen, hogy egy púpa rendelkező az úszni. Látom a púpos halakra. és igazándiból a Covid hozta azt az életembe, hogy na, igen, azt hiszed, hogy úszol, nesze, na ezzel kezdjél valamit. Tehát egy kicsit ugye én egy olyan dologgal foglalkozom, ami én úgy fogalmaztam, hogy az élettel van összefüggésben. Tehát ez az online, ez a nem megyek sehova, nincsenek emberi, tényleges fizikai interakciók, erre az én tevékenységem nem tud rácsatlakozni, és ezt nem is lehetett előre látni, tehát erre nem is lehet rákészülni, nem lehetett érezni, tehát itt tényleg egyik pillanatról a másikra, tehát egy prosperáló jövője van, fejlődik, látod, méred, tehát visszacsatolások olyanok, hogy egyre több ember, stb. És ez csak bum, semmi, de tényleg nulla. Tehát nem az, hogy picit, és akkor majd kimozgod. Tehát ezt nem lehet ugye korábban félretett pénzzel sem ellensúlyozni, mert rögtön fölmerül egy vállalkozó típusú emberbe, hogy csak egy feneketlen zsákot tömök. Tehát mert ha, akkor inkább el kell engedni. Bocsánat, szerintem az egy nagyon fontos dolog a vállalkozói létben, hogy amit már egyszer hazavitte, azt ne vidd vissza. Tehát nagyon sokan igen, voltak pont most a pandémia miatt, hogy egyszerűen tényleg 10-15 évig szép apránként kiszedegették a hasznot, leadózták minden, jött a baj, így tolták vissza a pénzt, vége lett a pandémiának, most már se pénz, az üzlet sem működik, és egy óriási csúnya káosz lett a vége. Csak hát ugye megpróbálta megmenteni. De nem. Tehát, és ez az érzelmi vállalkozás, amit előbb mondtam, hogy sajnos, ha beesik egy ilyen helyzet, ott tudni kell azt mondani, hogy szép volt, jó volt, köszönjük. Ennyi volt. Igen. Titeket csaptak már be? Tehát már volt olyan, hogy mondjuk neked elvitték ugye a Simpsonodat, akkor gondolom elég csalódott. Nem volt csalódott, jó tatyója lett. Tehát szintén zenei berkek, megkeres a drága zenész, hogy fú, nagyon, mi adunk ilyen válogatás lemezeket újság mellékletbe, 15 dal, 15 különböző előadó. Nyilván ennek van egy bekerülési ára. Fú, nagyon szeretnék rajta lenni, és tényleg, és marketing hozzá, mindenki fizet. Jó, rákerül, eltelik egy év, megijön. Ú, nagyon szeretnék. Persze, figyelj, most nem tudom hozni a pénzt, csak 2 hét. Jó, hát mindegy, hát tényleg rákerült. Azóta nem láttam az embert. Na most rákerült a lemezre. Nyilván rákerült, meg csak azt mondom, és ez, itt nem nagy összegekről beszélgettünk, abszolút nem nagy összegekről. Inkább bántó, nem? Pénzért, inkább bántó dolog. És kiírja magát ebbe az egész igen, történetből, abszolút. Mert nyilván most a tévéműsorban ő nem, ért. Egyébként meg szűk körben mindenki tudja a nevét, és leégeti a nevét, kínos. Tényleg pár igen. Tízezer forintról beszél. Most bocsánat, mondtad ezt, hogy kínos, és akartam mondani, hogy húznak-e az emberek olyat, hogy mi az, ami nem. És ezt szokták kérdezni tőlem az én üzletemben, hogy neked melyik tetszik jobban. És akkor mondtam, hogy hát ugye mivel mindet én veszem, és én ott húztam meg a vonalat, hogy az üzletbe, és én nagyon tágasan használom a ruhát, csak az jöhet be, amit én felvennék. Tehát létezik ennél, mit tudom én, rosszabb minőségű ruha, stb., amire ugyanúgy van piac, de én ezt az egy arcomat, ami van, ezt nem teszem mellé. Uh-huh. Tudom, hogy van rá kereslet, de én húztam ott egy vonalat, hogy ha ezt én felvenném, akkor azt tudom mondani, Riki, gyere be, és ezt vedd föl nyugodtan, mert ez olyan. Én ezt átrágtam, stb. És itt van egy ilyen, tehát ez alatt nem teljesítenék kérést. Hiába mondnád 10 000 zakó, és akkor akkora pénz, és a végén kijön egy pénz. Én nem akarom, hogy ne érintsen az a történet. Érted? De és nálad az üzletben volt esetleg ilyen, hogy valaki trükközött, hogy valamit... Jó, átverés? Hát igen, hogy szorzunk, kosztunk, és akkor végén nézed, hogy hoppá, itt valami nem teljesen oké. Okay. Beszállítónál. Vagy akár... Nem. Tehát, akár a vásárlásnál. Nem volt ilyen.
Hát olyan, hogy beszállítói oldalról átverés. De vagy akár az életed során volt-e olyan, amikor ott maradt? Átverés biztos volt, az is lehet, hogy nem tudok róla. Akkor az nem volt átverés. Nyugodtan élem az életemet, és nem tudom, hogy volt. Tehát, hogy nem, ez a klasszikus, ez a filmbe illő, ez nem. Volha neked? Volt. Sajnos volt, és elég szomorú volt az eset. Ez, nem tudom, merem majd remélni, hogy a Magyarország 10 millió emberéből, vagy akárhányából nézi mind a 10 milliót, csak ő egyedül nem, mert magára fog ismerni. Mi annak idején árultunk újságot. Volt az Esti Hírlap, meg a Hétfői Hírek, ami vasárnap jelent meg, és azt mi vasárnap diákként árultuk a Krisztina körült meg a Attila út sarkán, és a két lámpánál, és ez 1,50 volt ez az újság, 1,50 forint, és természetesen a kocsiból mindenki 2 forintot adott ki, vagy éppen 5-öt, és úgy volt, hogy a barátom, ő a városba járt iskolába, én meg ugyanúgy a külvárosba, és hétfőn kellett leszámolni a pénzzel. És egyszer egy alkalommal ő nem tudott menni, és én mentem, és akkor derült ki, hogy az 1,50 forint volt az újság, nem 1 forint 25 fillért kell leadni, hanem csak 1 forint 17 fillért. És ezzel vert át. Aha. És ez valami végtelen rosszul esett, mert hogyha ő mondta volna, hogy hát, de én járok vele, meg én, nem tudom, én akkor dolgozom. Akkor oké, tied a 7 fillér, vagy nem tudom mennyi most a különbség. Abszolút. De ez olyan szinten rosszul esett, hogy azt mondtam, hogy köszi. Tök fura, hogy mint egy 40 év után most először Balatonon találkoztunk. De nem említettem föl neki, majd most látja. Pedig mondhatod volna, hogy tartozol 70 fillérre. Érzed, és hozott elszámol volna 70 fillért, rendben vagyunk. Annácska, te lány vagy, nő vagy. Ezt tudom. Nem tudom, hogy sztereotípia-e, hogy azt gondoljuk, hogy ugye a hölgyeket... És tőke is. Igen, hogy könnyebben kerülnek ilyen helyzetbe, de téged nem vertek át? Ilyen? Nem, és én is azt mondom, mint a Geri, hogy vagy nem tudok róla. Tehát, hogy én azért elég körültekintő vagyok egyébként, amikor már a horoszkópról beszéltünk, a bikaságomban ez benne van, hogy azért... Anyagias vagy? Nem az anyagiasság, csak inkább az, hogy a stabilitásra törekszem, uh-huh. Tehát, hogy azért azt figyelem, hogy ne kerüljek olyan szitúba. Annak idején például óriási divat volt, én amikor a középiskolában végeztem, akkor jött be egy ilyen MLM rendszer, ugye úgy mondják, hogy... Ja, így, igen. Multi-level marketing. Igen, és ott minden áron be akartak szervezni, és akkor és majd akkor, hogyha a BKV-hoz bemegyek, akkor az ablakpucolót, ha eladom, akkor abból mennyi pénz, nem tudom. És én nem vagyok egy jó eladó, tehát a jó helyre ültettél. Tehát, hogy én akkor sem mentem bele, mert attól féltem, hogy majd itt ebbe valahol megcsúszom, vagy nem tudom. Tehát, hogy Hans? Neked? Hát szerintem olyan szituáció, ami én saját magamat húztam be a csőbe. Tehát, vagy volt az a helyzet, amikor próbáltam 2000-ben, ugye ez a kis Nokia telefon, ilyen ezüst színű, kihúzható, eBay-en próbáltam megvenni, ki is fizettem a nem tudom hány száz dollárt. Amerikában voltam akkor épp, és soha nem érkezett meg a telefon. Úgyhogy feljelentettem őket a rendőrségnél, vagy az FBI-nél, és soha többé nem láttam ezt a pénzt, se a telefon. Olyan nem volt neked, bocsánat, amikor ide költöztél Magyarországra, hogy esetleg a nyelvi tudásod miatt valaki átpróbált verni? Szerintem volt az a taxis, aki egyszer... Taxis, tehát Astoriáról Blahára 10 000 forint, és... Városnézéssel együtt. És mert hátul, tehát beszálltunk ketten, és angolul beszéltünk egymást. De nem is olyan rég volt. És nem tudta, hogy beszélek magyarul is, hogy ismerem, hogy mi a szitu. Bár nem volt egy ilyen cowboy taxis, volt logója, de tényleg ott volt 10 000 forint az órán, ahogy valahogy nem vettem észre közben, de a érkezésen láttam 10 000 forint, mondom, és akkor mondtam, hogy no, it's not okay. Mondta, hogy
ezt kell fizetni. Nem, be, nem tudom én magyarul, hogy mit mondott, de magyarul beszélt, és akkor mondom, hogy magyarul, vagy elfogadod azt az 1000 forintot, vagy felhívod a rendőrséget, és próbálsz kidumálni abból, hogy az órád hogy miért mutatja azt a 10 000 forintot. Elfogadta. Úgyhogy elfogadta az 1000-est, és kiszálltam. De Magyarországon voltak barátaim, egyszer érkeztek. Elmúltak. Már nincsenek. Nincsenek. Nem, érkezett két pasas, szerintem az egyik német volt, a másik svájci. Ide jöttek fotózni, és nálam laktak egy hétig. De az első napon én még dolgoztam étteremben, nem tudtam velük foglalkozni, amíg nem zártunk be az éttermet. És akkor ott hagyták a csomagjuk, és elmentek a Váci utcára. De mielőtt oda kimentek, kérdeztek, hogy kell valamire vigyázni? Mondom, hát zsemtolvaj esetleg, de egyébként nem. És akkor eltűntek. Egy pár óra múlva visszajönnek azzal, hogy te Hans, te barom, mi van azok a nőkkel, akik ott keresnek turisták? Miről beszélsz? Hát volt két konzumlány, akivel bementek bevittek egy bárba, és kapták egy ilyen, nem tudom, 1 000 000 forintos számot. Mondom, hát nem tudtam, mondtam nekik szó szerint, nem tudtam, hogy ennyire hülye vagy, hogy egy 20 éves lánytől kapsz felkérés, és bemész egy bárba vele, hogy vagy nem egyenes a te elvárásaid ezzel a lányjal szemben, vagy csak hülye vagy. Úgyhogy igen, ki is fizették sajnos a pénzt. Hát köszönjük szépen a figyelmet nektek, reméljük, hogy tartalmas beszélgetést hallgathattatok végig, tartsatok velünk legközelebb is, ez itt a Hétfőn.